Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hölgyeim és hölgyeim! Minden megjavult, az élet fantasztikus, és nagyon-nagyon-nagyon jól nézünk ki. Üdvözlök ismét mindenkit! A technológia világában. Nos, hölgyeim és uraim, a következő a helyzet, akkor elnézéseteket kérem, most elindítom újra az egészet, hogy meglegyen egybe streambe, hogyha valaki YouTube-on nézi. 3000-en már feliratkoztok a YouTube csatornára, ami örület, úgyhogy most nekik is szólok. Tehát, a mai Smart Stream témája a kompetitív Pokémon, ugyanis annak idején én, amikor fiatal voltam és gyerek, és néztem a ProSiebenen a Bizasamot és a Glurakot és az ilyen németre nevezett Pokémonokat, akkor én nagyon szerettem ezt az egész franchise-t és nagyon éltem. Utána viszont eltávolodtam tőle, mert felnőttem és rájöttem, hogy a lányok sokkal szebbek, mint a Pikachu. Viszont, egy pár éve YouTube-on random bedobott nekem egy videót a YouTube, az algoritmus, hogy nézd, van olyan, hogy kompetitív Pokémon. És én persze elkezdtem azonnal röhögni rajta, hogy hogy? Még így mi? Egymásnak dobálják a plüss figurákat? Viszont egy olyan világ nyílt meg előttem, ami miatt visszamentem a Pokémonhoz. És saját döntésem alapján elkezdtem újra érdeklődni a Pokémon világa iránt. Foxpo! 5 community szabbal bejött Foxpo! Nagyon szépen köszönöm! Állati jó fej vagy! Köszönöm szépen a támogatást! Változatlanul minden szab és minden ilyen dolog az megy egyenesen be a malac persejbe és csinálunk belőle új streaming stúdiót. Nagyon köszönöm Foxpo! Állati jó fej vagy! Amikor visszakerültem a Pokémonba, akkor rájöttem, hogy ez a játék, gyerekek, ez a játék az komplexebb, mélyebb és részletesebb, mint valaha gondoltam volna. Sokan úgy gondolják, hogy a sakk az egy nagyon nehéz játék. A sakk az lófasz a Pokémonhoz képest. Komolyan mondom, és meg is fogom magyarázni. Ezért a mai Smart Streaming témája a következő. Mivel péntekenként szoktunk pokémonozni, és sokan jeleztétek, hogy nem értitek, hogy mi történik a képernyőn, ezért úgy gondoltam, hogy most behozlak titeket, egy kicsit elmagyarázom, hogy miről szól ez a játék. Két szegmensre fogom osztani a magyarázatot. Egyrészt elmondom, hogy mi történik, és hogy hogyan kell felfogni a Pokémon játékot, mik benne a szabályok, hogy értsétek azt, amivel játszunk. Viszont egy kicsit mélyebbre menvén csak betekintést nyújtok abban, hogy milyen rohadt mélyre megy ez az űrgejük. És mennyire sok mindent lehet erről az egész dologról tudni. Úgyhogy nem fogom elmagyarázni minden egyes szegmensét a Pokémonnak, mert az egy több éves egyetemi előadás része lehetne. Tehát ez őrültség, viszont azt akarom, hogy értsétek, hogy miről van szó, és hát ti is kedvet kaptok hozzá, mert engem borzasztóan szórakoztat. Sziasztok, Meló közben a legjobb Pokémon tanulni. Jaj, de örülök, jó van, jó munkát neked, én akkor magyarázom tovább, mondom, hogy mi történik. Szóval. Kezdjünk bele akkor a legalapokban, miről szól a Pokémon. Szerintem mindannyian tudjátok, azt általában lehet tudni, hogy a Pokémon játék alapja a kőpapírolló játék elmélete. Tehát bizonyos dolgok erősek bizonyos dolgok ellen, és gyengék más dolgok ellen. 18 típus van a játékban, 18 típusú Pokémon, itt láthatjátok középen, 18 típusú lehet, Pokémon lehet. Mivel viszont egy-egy Pokémonnak lehet két típusa, ezért összesen most jelen pillanatban a játékban 162, azt hiszem, vagy 162 vagy 164 különböző variáció van. Tehát azzal nyitunk, hogy 160 plusz variációt kell megjegyezni, hogy az ember kb. Vágja ezt a chartot. Na most, ez még a legprofibb Pokémon játékosoknak is néha nehezére esik. Rohadt nehéz megjegyezni, hogy miről szól. De akkor elmagyarázom az alapokat. Középen láthatjátok a típust. Most beszéljünk csak egy típusú Pokémonokról. Itt van például a Ground a legegyszerűbb, a Ground típus itt van szépen középen. Ahogy láthatjátok ezen a charton, a Water, a Grass, angolul kell beszélnem, mert meg fogok örülni. A Water, a Grass és az Ice erős a Ground ellen. Tehát ezek a típusú Pokémonok erősek a Ground ellen. A Ground pedig a Tű, Fire, az Electric, a Poison, a Rock és a Steel ellen erős. Na most,
Ezt már megjegyezni nagyon nehéz. Főleg úgy, hogy egy ideig van logika mögötte, de az így elég hamar elveszik. Tehát a víz elmossa a földet, ezt értjük. A fű az kinő a földből, ezt is értjük. A jég pedig feltöredezi a földet, úgyhogy ezek ezért erősek a földtípusú pokémonok ellen. De a föld az elföldeli a tüzet, oké. A föld az konkrétan elföldeli az elektromosságot, oké. Hogy miért nem lehet megmérgezni a földet, azt nem tudjuk. Hogy ha kővel megdobálod a földet, vagy a földdel megdobálod a követ, az neki miért rossz, azt se értjük. És akkor így, és a steel, tehát ezekre nincsen magyarázat. Ugyanis emögött a logika a következő. Ezek a típusok és ezeknek a kombinációi, azok különböző erősségűvé teszik a pokémonokat. Nyilván vannak borzasztó szar típusok és típus kombinációk, meg nagyon erősek. Jelen pillanatban a Fairy és a Steel a legerősebb. A Fairy ugyanis csak kettő dolog üti agyon a Fairyt, ő viszont a sárkányok ellen, meg a fighterek ellen, akik nagyon sokan vannak, szóval prominens típusok ellen jó a Fairy. És kevés gyengesége van, sok erőssége. A Steel a másik, mert az meg mindent rezisztál ezen a világon. Ahogy láthatjátok, ugyanis nagyon kevés dolog erős a Steel ellen. Tehát a Föld, a Fighting, meg a Fire összesen. Az összes többitől tudja rezisztálni. Tehát ez még önmagában csak a chartnak a fele, ugyanis nem csak arról beszélünk, hogy mi erős ellene, hanem ő mi az, amit rezisztál. Ugyanis négy... Na, igen. És akkor itt megyünk egyre mélyebben. Tehát egy tank, igen, pontosan. Úgy alkották ugyanis meg, hogy a dragonok azok például, ugye, azok csak a dragonok ellen erősek. Tehát azok egymást gyilkolják, mi mitikus lények. A Steel, az pedig egy ilyen ember alkotta modern dolog, és ezért minden természeti dolgot levet magáról. Ugyanis, ami ebben a csarba nem fért bele, és ez... Nagyon-nagyon szórakoztató lesz, de ezt meg fogom mutatni, mert így már átláthatjátok, hogy mi mindent kell megjegyezni. Mert vannak a rezisztálások is. Így ezt kell megjegyezni gyakorlatilag. Ezt. Ezt itt kell megjegyezni. Hopp, menjél innen. Ugyanis, de most ezt már nem kell, tudom, hogy itt elveszítelek titeket, úgyhogy nem kell aggódni, azért nem fogom ezt túlmagyarázni, de ez az a mennyiségű adat, amit meg kell jegyezni ahhoz, hogy tud, hogy mi ellen erős. Ugyanis, négyféle kapcsolat van típusok között. Van a neutrális, mondjuk a normál és a normál. Ők egymást csak úgy megütik, egyszeres. Na most van az immunitás, amikor egymáshoz se tudnak érni. Ez a normál és a szellem. Normál és a szellem nem tudnak egymáshoz jutni, ez egy ilyen, ennek is megvan a történeti háttere, mert a szellemvilág és a természetes normál világ, azok nincsen kapcsolódással egymáshoz, nem tudnak egymáshoz nyúlni, nem tudnak egymáshoz érni, el vannak választva egymástól. Cool. Na most, van a rezisztálás, a 0.5, ez azt jelenti, hogy amikor normál ütésekkel, mint egy pofonokkal pofozol egy követ, az nem lesz ellene nagyon erős. Úgyhogy ezért az rezisztálja, ez a harmadik, a rezisztálás, és a negyedik, a szuper effektív, ami megnézzük, hol van a fighting, itt van, a fighting és a normál, az kétszeres. Aki küzdő sportoló, az simán nagyon ver egy normál átlag embert. Ezért az kétszeresére növeli a sebzést. Tehát ez a négy fajta kapcsolat van, ezt a táblázatot kell megjegyezni ahhoz, hogy kb. Nyomon tudjad követni, hogy mi történik. Recseg a mikrofon? Hoppá, lehetséges, hogy kicsit le kell halkítanom magamat. És akkor rendben lesz. Ez most lehet buta kérdés, de ezen miért nincs rajta a Steel? Itt van a Steel. Itt van a sarokban a Steel. Látod? Tehát még fizikailag átletni is nehéz a dolgot. Szóval ez a kőpapírolló rendszer, ami a küzdelem alapját adja. Hogyha ezzel az ember megbarátkozik, tehát meg tudja jegyezni, hogy van nekem egy grass típusú, mit tudom én, itt el is kezdtem csinálni, hol vagytok? Ja igen, itt van a fantasztikus csapatom. Itt csináltam ide egy odist, itt van az odissom, ő grass és poison. Akkor tudom, hogy igen, grass és poison típusú, akkor tudom, hogy a grass az erős lesz, mondjuk a water ellen az király. Na most persze, amikor két típusról beszélünk, akkor azok tudják ütni egymást. Tehát például a ground az erős a poison ellen, kétszeres, látjátok? Viszont
a ground az csak 0.5-ös a grass ellen. Tehát poison és grass ellen. Az egyik ellen szupererős, a másikat viszont másik viszont rezisztálja. Ezért a kétszeres és a 0.5-ösből egyes lesz, tehát normál egyszeres támadást fogunk intézni egy ground támadással Odish ellen. Matekóra flashbacken van? Abszolút. Én nem vagyok egy jó pedagógus, úgyhogy nyugodtan szóljatok, hogyha valamit nem értetek. Próbálom a legegyszerűbben elmagyarázni, de igazából ezt természetesen mindenki gyakorlatban fogja majd megtanulni. Ez itt a Pokémon Gaming for Dummies? Abszolút! Egyrészt, de két célja van ennek a streamnek. Egyrészt, akit érdekel, azt meg tudom erre tanítani. Másrészt pedig valahogy ezt így ki akartam rakni a világba, hogy az átlagemberek megértsék, hogy itt azért eszméletlen mennyiségű információ van a háttérben, tehát nem arról szól, akik szeretnek Pokémon játékokkal játszani, ott nem az van a háttérben, hogy élvezik a cuki kis lényeket. Annak ellenére cuki kis lények rendben vannak. Sweet 7N, nagyon köszi szépen a 100 cheert, megy a malac persejbe! Nagyon kedves vagy, köszönöm a támogatást. Oké, szóval túltettük magunkat ezen a traumán, láttuk, hogy rendben, hogyha vannak dual típusok, vannak rezisztálások és immunitások, például ugye a flying és a ground, de így értsétek meg az immunitást, ha valami repül, akkor a földről nem lehet megverni, mert repül. Ezeket megértettük, de ez lófasz. Ez semmi. Ugyanis ezek után jönnek az egyes Pokémonok tulajdonságai, és ott szabadul el a pokol. Na most ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komplikált dolog. Megpróbálom a lehető legegyszerűbben elmagyarázni. Itt van Charizard. Charizardot mindenki ismeri. Charizard egy szárnyas gyík. Charizard nem sárkány, ő fire és flying típusú. Ő nem sárkány, mert ő egy szárnyas gyík. És messze túl sokat látjuk a különböző promóciós plakátokon, és én borzasztóan unom a rusnya fejét. Ez egy kövér szárnyas gyík, és elegem van. Menő, végre vágom, hogy miért szuper effektív vagy nem. Igen, abszolút. És mondom, tehát, hogy az ember ránéz erre a chartra, akkor tök sok mindent így automatizálni lehet a fejedben. Például a psychic típusú és a fighting típusúnak mi a kapcsolata. Nyilván, aki mentálisan erős, az sokkal erősebb az ázsiai kultúrákban, mint aki fizikailag erős. Sokkal magasabb szintre emelik a mentális tudást, és ezért a psychic az kétszeres támadás, tehát az nagyon erős a fighting ellen. De mondom, egy rakás dolognak fucking semmi értelme nincs, hogy miért nem lehet megmérgezni egy követ, mert ugyanúgy a poison, igen, a poison, tényleg nem lehet megmérgezni valamit, ami már meg van mérgezve, úgyhogy a poison ellen az csak 0.5-ös. De a poison a rock ellen 0.5-ös, nem tudom miért nem lehet megmérgezni valamit, ami kőből van, fair enough, az nem él, de viszont a földet meg lehet mérgezni. Szóval ez az egész nagyon-nagyon fura. Igen, oké, köszönjük a fejtágítást, nagyon-nagyon szívesen, köszönöm, hogy itt vagytok. Na, megyünk tovább. Gergő, hogy tudod, ez a tábla a Pokémon Go-ra is érvényes? Nem teljes mértékben. A Pokémon Go-ban ugyanis nincs immunitás. Nem fogunk belemenni a Pokémon Go-ba, az egy egész másik az őrület dolog, de a Pokémon Go-ban nincs immunitás, nincs nulla. Mert az a játék úgy épül fel, hogy nem lehet nulla HP-t sebezni. Tehát az, hogy a ground típusra is valahogy meg tudod ütni a repülő dolgokat, a Pokémon, tehát ez nem igaz teljes mértékben a Pokémon Go-ra, csak majdnem. Na jó, megyünk tovább. Építünk egy Charizardot, mit szóltok? Átnézzük, hogy egy Pokémonnak hogyan néznek ki a tulajdonságai. Egyrészt itt van a típusa, ez a legfontosabb, cool. Bal oldalt láthatjátok a base statjait. Ezek a számok, ez gyakorlatilag azt jelentik, hogy mik a Pokémonnak a lehetőségei. Tehát egy panda az nagyon erős tud lenni, egy mókus meg nagyon gyors tud lenni. Egy panda sose lesz olyan rohadt gyors, mint egy mókus, vagy mint egy cheetah, vagy ilyenek. Tehát ez alapvetően az állatoknál is így van, bizonyos statjaik vannak, bizonyos dolgokban erősek. 6 darab statja van egy Pokémonnak, és ez még egyszerű lesz, úgyhogy ez könnyű megjegyezni. Nagyon gain-e a mikrofonod? Oppá! Mi? Aha, még lejjebb halkítom? Igen, át kellett állítanom, mert LOL-ot streameltem, és azért remélem, hogy így egy kicsit jobb, hogyha nagyon rossz, akkor szóljatok meg, akkor újra kalibrálom, de az egy kis idő. Majd figyelem a chatet. Na! Valamiért nagyon rossz? Na, aha, igen, látom! Várjátok! ABCD, aha, igen.
nincsen hang. Semmi gond, ne aggódjatok, most újra van hang. Így van. Bocsánat, csak beállítottam a mikrofont. Elvileg most már jó lesz. Igen. Na, itt vagyunk. Szerintem több baj nem lesz. Most már van hang. Írjatok, hogy van hang. Sokkal jobb. Na, ez azt tudtam én. Jó van, ügyes Gergő vagyok. Most nekem halk vagy? Igen, tudom, ez még egy kis szintemelés lesz, de elvileg már jók leszünk, így van. Na, hát akkor reméljük, hogy több dolog nem baszódik el a streamben, így vagy úgy, megyünk tovább. Szóval, alapstatok, mire képes egy állat? HP, mindenki érti, ez, hogy mennyi HP-je van. Na most... Attack, defense, special attack és special defense. Ezt következőképpen kell elképzelni. Attack az fizikai támadás. Ütés, rúgás, harapás. Defense, mennyire jól tudod kivédeni az ütés, rúgást, harapást. Special attack, ezek varázslatok, mentális támadások, minden, ami nem feltétlenül kézzel fogható. Special defense, hogyan tudod kivédeni azt, ami mentális támadás, ami varázslat, ami nem feltétlenül kézzel fogható. Végül pedig ott van a speed, milyen gyors gyerek vagy te. Ennyi, ezek az alapstatok, amikkel hadba indulnak a Pokémonok. Hogyha megnézzük Oddish és Charizardnak a harcát, láthatjuk, hogy Oddish egy kalapszar. Nem csak, hogy lassabb sokkal, mint Charizard, akinek 100-as alap speedje van, neki meg 30, de a védekezése is nagyon rossz. Na most itt már láthatjátok a fő döntést, amikor támadás során el kell dönteni. Oddishnak a defense 55, a special defense 65. Tehát az alacsonyabb értékre kell menni. Magyarán Charizardnak az attackot kéne tolnia. Ugye, mert nem special attacket, mert annak a védekezése nagyobb, special defense nagyobb. Viszont Charizardnak sokkal alacsonyabb az atakja, mint a special atakja. Tehát lehet, hogy mégis special atakkal kell támadnunk, mert az neki 109-es, és Oddishnak a special defense az 65, az még mindig nem sokkal több, mint a másik. Tehát alapvetőleg így működik, át fogjuk nézni a damage kalkulációs formulát, de alapvetőleg így képzeljétek el, atakkal defense-be ütünk, special atakkal special defense-be. Azt mondja, szia Greg, tegnap felvettek egy egyetemre, ma pedig Pokémon oktató streamnél, ennél jobban nem is lehet ez a hét. Gratulálunk, édes Bálint! Édes Bálint! Bálintkám! Drága Bálint! Olyan büszkék vagyunk rád, most nem hülyéskedek, nagyon büszkék vagyunk rá. Fuck yeah! Felvettél az egyetemre, az egy nagy-nagy dolog az ember életében. Én nagyon büszke vagyok rád, szerintem minden bölcsész nagyon büszke rád. Nem tudom, hogy melyik szakra vettek föl, de abban már most biztos lehetsz, hogy egy bölcsész diplomád már most van! Már most van! Az neked ilyen. A speed az egyszerűen az, hogy melyik Pokémon indul gyorsabban, összeverekedik a Charizard és az Oddish, mert az Oddish az öngyilkossági tendenciái vannak. A Oddishnak a speedje 30, Charizardnak 100, Charizard kezdi az ütést. Na, ez az, amit a játékhoz fel kell fogni. Ennyit kell érteni. Amikor megnézzük a Pokémonunkat, meglátjuk, hogy melyik támadása nagyobb, attack vagy special attack, azzal érdemes menni, észben tartva azt, hogy az ellenfélnek a special defense vagy a defense a kisebb. Na most. Következik az a szegmense a beszélgetésnek, amit csak arra akar rávilágítani, hogy milyen kurva komplex dolog egy Pokémont összeállítani. Mert ezek, láthatjátok, itt van a végső értéke, ami van ennek, századik szinten van ennek a Charizardnak. Hogy a 78 HP-ből hogy jön 297, azt nem tudom, bazd meg. Az egy olyan matematikai formula, amit nem találtam meg sehol, valahogy kijön belőle. Mert nem csak a lényeg, tehát a következő. Ezek az alaptehetségei, amire képes Charizard, de Charizardnak van egy genetikai születés, egy genetikai alapja. Hogyha Charizardnak legendás, fantasztikus lények a szülei, akkor sokkal jobb lesz, mint hogyha kis szar porba fingó Charizardok a szülei. Ezek az IV-k. Az IV-k az alap genetikai tehetség. Ez 0-tól 31-ig terjed, és az az optimális, hogyha mindegyik 31. Hogyha kompetitív akarsz játszani. Ennyi, fogjuk fel, ő neki a genetikája tökéletes. Na most nem mindig kell ám, hogy tökéletes legyen a genetikája, néha csökkenteni akarjuk, néha azt akarjuk, hogy nagyon lassú legyen a Charizard, bizonyos taktikákhoz az kell ugyanis, és akkor azt mondjuk, hogy ő genetikailag lassú legyen.
Értitek. Így van. Tehát megvan, hogy mire képes az állat, megvan, hogy milyen génekkel született. Most ezek után jön, hogy mit tanult az élete során. Ahogy kalandozunk a Pokémon világában, és Charizard sorozatra gyilkolja a szembe jövő lényeket, ő mindig tanul valamit. Bizonyos lények adnak extra pontokat ezekre a képességeire. Tehát, hogyha megöl egy Stoutlandet, megöl egy nagy kutyát, akkor kap 3 nem atalkod. Mit ad a Stoutland? Mindig lény mást ad, de mit ad? Megöl egy nagy kutyát, kap 3 EV-t. Na most, ezek, tehát ez, és megy föl, látjátok, ez a skála, ahogy gyilkolja a többi lényt, növelheti a képességét. Látjátok, itt is mennek föl a számok. Tehát mindegy, ahogy tanulja az élet tapasztalatait, folyamatosan növeli a tudását. Na most ez a szám, ez 504 lehet maximum. Tehát nem lehet mindegyiket kimaxolni, hanem ki lehet maxolni egy statot, meg még egy statot, és a maradékra lehet tenni 4-et. Miért? Nem tudom! Nem tudom, hogy ezt miért így határozták meg. Ez régen nem így volt, most meg így, de teljesen random kitaláltak egy számot, amennyit tud tanulni Charizard a világ barangolásai közben, és a többire így nem jut semmi. Tehát, hogy egy kompetitív Charizardot akarsz kifejleszteni, akkor el kell döntened, hogy ő mondjuk special attackert akarok csinálni, úgyhogy megtanítom az összes special attack tudásra, látom, hogy gyors, de nem elég gyors, ezért megtanítom az összes gyorsulásra, és a defense-re rakok még 4-et, mert nincs Isten, és nem tudok magamtól dönteni, nem tudom, hogy mi ez. Léci, kezdjük előről. Ezt a részt nem kell felfognatok. Ez a játék élvezetéhez nem szükséges. Ez csak azért magyarázom el, hogy lássátok, hogy nem arról van szó, hogy mindegyik Charizard ugyanaz, hanem mindegyik Charizardnak más a genetikája, mást tanul a terepen, és így egész különböző Charizardokat lehet összetenni. Tehát lehet, hogy én azt mondom, hogy ő egy támadó Charizard, ezért nagyon sok special attack-et adok neki, és nagyon sok speedet. De lehet, hogy én egy nagy kövér, minden ütést kibíró Charizardot akarok csinálni. Ez esetben megtanítom az összes defense-re és az összes special defense-re. És akkor ezek a számok lesznek nagyobbak. Szóval, ha elkapok egy random pokét, akkor van neki egy random base pontja, igen, egy random IV pontja, igen, ez nem mindig 31, ez általában alacsonyabb. És az EV pontja meg növelhető, fejleszthető. Nagyon jól látod, cheesy, pontosan így van. Lehetsz tank vagy assassin. Abszolút értitek. A többi játékban is van ilyen, különböző buildeket lehet létrehozni. Nyilván kövér Charizardot nem érdemes csinálni, mert nagyon alt, tehát a 78 meg 85-ös defense az elég alacsony. Az hiába pumpálod, az nem lesz nagyon magas. Az, hogy ezekből a számokból hogy jön, egyébként minden 4 IV után jön egy. Látjátok? Tehát itt van most őneki alapból 206, és hogyha hozzáadunk 4 pontot, akkor lesz 207, hogyha 44-et, akkor meg 217. Tehát négyenként kap ő egy pontot a végső számára. Ez, itt mondom, itt vannak különböző algoritmusok, ami alapján ezt ki kell számolni. Tehát, hogy ez van. Na most ezek után, miután megtudtuk, hogy milyen tapasztalatai vannak a lénynek, milyen genetikája és milyen alapképességei, utána még lehet neki egy jelleme is. A jellem, a nature, az plusz 20%-ot ad valamilyen képességre, és mínusz 20%-ot valami másra. Tehát ő egy magányos Charizard, akkor neki a 204-ről két, látjátok, itt van egy plusz, akkor 20%-ot nőtt a támadása, és mínusz 20%-ot csökkent a védekezése. Még ezt is lehet manipulálni. De javarészt ennyiből áll össze egy Pokémon. Ezt a játékban, ez a kompetitív része szempontjából fontos ezeket a számokat optimalizálni, és átlátni, hogy miből, hogyan lehet mennyit csinálni. De aki esetleg ebbe mélyebbe bele akar menni, vagy nagyon-nagyon nehéz romhelyeket játszik, annak erre figyelnie kell. Tehát figyelnie kell, hogy a Charizardját úgy nevelje ki, hogy a maximális special attack-et kapja. A többi stat pedig alapszor 2 plusz IV... Na... Eltipró írta le nekünk a pontos algoritmus. A többi stat alapszor 2 plusz, itt van ez az alapszor 2 plusz IV, ami 31, plusz EV, amik ezek per 4, és azt szorozzuk be a szintjével, ami itt level 100, plusz 5, és utána szorzódik be a nature-re. Na, így lehet kiszámolni, hogy mi a fasz történik.
Nem is értem, miért nincs ez benne az animében. Ugye? Ugye? Tehát amennyit, amennyi baszkurálást lehet csinálni, és gyerekek, értsétek meg, ez még egy semmit sem értő Charizard, utána hozzáadhatjuk a támadásait, amiből ennyi van. Ezeket még lehet itt görgetni, ezekből lehet választani, hogy neki milyen támadása legyen. Roppant komplikált, de... De ebben van a csodája, mert rengeteg féle fajta módon lehet összetenni egy darab Pokémont. Na most, akkor kiválasztok egy támadást, megnézzük, csak elmagyarázom, hogy kb. Hogy néz ki. Itt, mert jön a damage kalkuláció, ugye? Oddish és Charizard összeakasztják a bajszukat. Egyiknek sincs bajsza, de valahogyan megoldják, és összeakasztanak. Igen. Erről lehetne egy full matek könyvet írni? Már írják a kompetitív pokémonosok közül a Wolf Glick nevű arc, az crowdfundolt most egy könyvet, ahol ezt mind elmagyarázza, 200 oldalnál tart, és még nincsenek sehol. Úgyhogy igen, ez nagyon nehéz. Na most, gyerekek, a számokat felejtsétek el, aki csak úgy élvezni akarja a játékot, annak igazából annyit kell megértenie, hogy ezekkel a mennyiségekkel számolunk általában. Én nem, de így magyarázom, hogy ezek azok, amikre mindig, tudjátok, hogy visszalapozzunk, hogy na, a Charizardnak milyen támadással kezdjük. Attack az 84, special attack az 109, akkor inkább special attack. Ennyit kell felfognatok. A többi az csak érdekesség. Na most, összeakasztja a bajszát Oddish és Charizard. Akkor jön a damage kalkuláció. A damage kalkuláció az nagyon durva, így néz ki. Ez az egyenlet. És azt mondjátok, ó, várjál, ez még annyira nem is para. Mi értjük, mennyit üt a Charizard, kétszer megszorozzuk a szintjét, azt elosztjuk 5-tel, hozzáadunk 2-t, utána jön a Power, ami a magának a támadásnak az ereje, itt 130, az Overheat, az egy jó erős támadás, tehát akkor igen, hozzáadjuk vagy megszorozzuk a támadás erejével, és utána az Upper D, az ugye az Attack és Defense, az adott támadáshoz. Tehát mivel az Overheat itt van mellette Special Attack, ezért megfogjuk a special attackját a Charizardnak, ami ugye ez a végső szám, ez a 317, és megnézzük a special defense-ét az Oddishnak, amit hogyha nagyon megpumpálunk, akkor is csak 229. Tehát ez, ugye ő specialből támad, Charizard specialből támad, Oddish specialből védekezik, mert az overheat egy special támadás. Na. Ez így jónak néz ki. Megértettük. Megszoroztuk a szintjét, hozzáadtuk az overheatnek az alapsebzését, megnéztük, hogy mennyivel attackol a Charizard, mennyivel védekezik az Oddish, hozzáadtunk 2-t, elosztottuk 50-nel, és akkor jönnek a modifierek. Mert azt hinnétek, hogy ez csak ennyi, de lófaszt! Így néz ki a teljes egyenlet. Nem tudom nagyobbra kinagyítani, mert a Bulbapedia nagyon imádja a reklámokat az arcunkba tolni. Ez ugyanaz az egyenlet, és itt vannak a modifierek. Ez a rengeteg minden. Na most, ez megint csak nem kell tudni. Ezek mögött, a változók mögött halomnyi tudás van. Hány évesek is tervezték ezeket a játékokat? Na most ez ugye, ez a kulcs, ezt próbálom magyarázni, hogy alapszinten ez gyerekeknek szóló franchise, de japánok csinálták a játékot, és a japánok nem szarakodnak. Ők minden kis cuki-muki szar mögé olyan játékmechanikai alapokat tesznek, ami fantasztikus. Egyetlen lépés a kvantumfizika előtt, abszolút. Gyarmati János, köszi szépen a subscription-t! Tiszteltem Greg, Balaton partjáról repülő mellől küldöm üdvözletem, nyár végén tudok visszajelkezni stabil nézőként, addig is kitartás és have fun! Köszi szépen Gyarmati János, várunk vissza, de köszi, hogy bejelentkeztél. Oké. Okay. Szóval, amit ezekből érteni kell, nem kell megjegyezni, ezeket én szoktam számolni, hogy kb. Mennyi a sebzés. Nem kell megígézni. Amit érteni kell a játék során. Az egyik az a weather. Bizonyos támadások erősebbek, bizonyos vagy gyengébbek, bizonyos időjárásban. Ha esik az eső, akkor a víztámadás erősebb, a tűz meg gyengébb. Ha nagyon süt a nap, a tűz erősebb, a víz meg gyengébb. Ilyenek vannak. Tehát, hogyha esik az eső, és látjátok, hogy ezen izélek, ezen nyavajgok, az azért van, mert mondjuk jön felénk egy durva víztámadás. Stream végére létrehozunk egy saját kompetitív Pokémon ligát, én nagyon adnám, én borzasztóan adnám, mindenki elnáspángolna, de nagyon adnám.
Na most, a következő a kritikál. Ez csak annyi, egy a 16-hoz az esélye, hogy valaki kritikált üt, akkor másfél szereződik a sebzés. Ez néha szoktunk ezen szenvedni, látjátok, hogy jó, ne, kritikát ütött, az másfél szerzi a sebzés, ami elég durva tud lenni. Van a random. A random az csak annyi, hogy ne tud pontosan belülni, nem tud kiszámolni, hogy mennyit sebez egy Pokémon, ezért van egy random szorzó benne, ami kicsit pár HP-t megváltoztatja az értékét. Ez azért kell, hogy ne lehessen az egészet egy táblázatban lejátszani, mielőtt megtörténik. Utána van a stab. A stab az azt jelenti, hogy same type attack bonus. Tehát overheat, a same type ugye ugyanolyan típusú támadási bónusz. A overheat, itt láthatjátok lenne, az egy tűztípusú támadás. Mivel a Charizard is tűztípusú, ezért megkapja a stabet, ami másfélszeres. Ami másfélszeres. De Charizard tud brick breakelni is. A brick break, berakjuk a brick breaket, a brick break ez fighting típusú. Tehát mivel ő egyik se, ezért nem kapja meg azt. Magyarán ez csak annyit kell érteni, hogy egy Pokémonnal azzal a támadásra érdemes támadni, hogyha lehetséges, amelyik ő maga is. Utána jön a típus. Ez az az, amiről már beszéltünk, hogyha ezt elő is húzom, hogyha Charizard egy tűztípussal támadja Oddist, aki grass típusú, akkor ez megkétszerezi a támadás értékét. Viszont, hogyha Brick Breakel, ami egy fighting típusú, hol vagy, mutasd magad, itt van, fighting típusú, akkor ugye azt mondanák, hogy neutrális Oddisra, mert ő grass típusú, de Oddis grass és poison 0x5. Tehát lecsökken a támadásnak az ereje, mert a méreg valamiért rezisztálja a fighting típusú támadásokat. Ez tehát az, amit meg kell jegyezni. Nem csak az van, hogy olyan támadással érdemes élni, amilyen maga a Pokémon, hanem olyan támadással érdemes élni, amit nem rezisztál az ellenfél. Na most ezek mögött itt vannak ez a felfoghatatlan mennyiségű információ, amit még érdemes tudni. Különböző 0.25-ös szorzók vannak, 0.75-ösek, bla 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 bla, amit nektek a játék élvezetéhez meg kell érteni, az tehát ez. Azt adnám, hogyha az animében is lennének random kritek, mennyire vicces lenne párszor. Az animében úgy általában semmi logika nincsen, szerintem sokan néztek még az első szezonját az animének, én biztos néztem, ott a Pikachu az megölte az Onyxot egy elektromos támadással, pedig az Onyx az ground típusú, és egy elektrikus támadásra a ground az immun is. Oké, de ott csalt, igen, lelocsolt a vízzel, de az egy fasság. Azaz, hogy nem, mert később berakták a soak, berakták később a játékban, van valamikor egy olyan támadás, hogy soak, ami nem sebez, de víztípusúvá változtatja az ellenfél Pokémonját. És akkor a soak miatt elvileg Onyxot water típusú volt, és arra kétszeresen effektív az elektromos. Ja. Tehát így néz ki. Szóval, amikor a damage-et kalkuláljuk, akkor ezt a borzasztó egyenletet kell végigzongorázni. Én kiszoktam hagyni bizonyos elemeket, amik nem valószínűek, vagy olyan kicsit változtatnak az egész kimenetelen, ami nem nagyon számít. Amit fontos figyelembe tartani, az a kinek mekkora az atakja, kinek mekkora a defense-e, milyen időjárás van, milyen típusú a támadónk, és milyen típusú a védekezőnk. Ez tehát alapvetően az, ami fontos. Ez az, ami a küzdelmet adja a Pokémonban. Lesz játék és mester. Abszolút. Most megyünk át a játékra. Csak azt akartam, hogy lássátok, hogy körülbelül így néz ki. Na most ez, amit most felvázoltunk, ez a 3%-a az egész játéknak. Ezek mögött ugye, hogy milyen típusú támadásokat támadunk, azoknak milyen hozzáadott értéke van, és hogyan tudjuk boostolni magunkat, és mit tudunk boostolni, és hogyan tudjuk megváltoztatni ezeket a dolgokat. Ez a félelmetes mennyiségű, és a Charizard egyébként egy buta szar, mert nem tanul túl sok támadást. A legtöbb az csak oda ütök valamivel. De ezek mellett még bejönnek, hogy maguk a támadások mire képesek. Például a Brick Break az a screeneket leüti, tehát néha tök mindegy, hogy az Oddis rezisztálja a Brick Breaket, mert hogyha van előtte screen, ami csökkenti a minden sebzésünket, akkor a Brick Breakkel le tudjuk törni ezeket a screeneket. Tehát
Tehát még rengeteg info van itt, amit meg lehet jegyezni, de alapvetőleg ez összefoglalva a lényeg. Ezeket a típusokat nem kell megjegyeznetek, én mindig fogok szólni, meg mindig próbálom elmagyarázni, hogy miről van szó, de most már kb. Átláthatjátok, hogy milyen mélységekig megy ez az egész dolog. A játékunkhoz ennyit használunk, amit most elmagyaráztam. Van-e kérdés? Tegye föl a kezét, akinek van kérdése, mert utána tovább haladunk. Fury Cutter Subcharizard meta. Abszolút. Van valaki az elején kérdezte, hogy azonos sebesség esetén kikhez. Azonos sebesség esetén, hogyha Charizard megtámadja a másik Charizardot, és mind a ketten mondjuk plusz speedesek, tehát mind a kettőknek 299, és mondjuk mind a kettőjüknek, hol van? Mondjuk naív, mind a kettő naív, és akkor még a nature-ük is ugyanolyan, tehát kimaxolva mindegyik a leggyorsabb Charizard, ami létezhet valaha. 3.28. Ez esetben a játék feldob egy érmét. Minden egyes alkalommal, amikor ők összetalálkoznak, tehát minden egyes körben. Ugye ez körönként ugye tud változni, tud a Pokémon lassítani magán, vagy gyorsítani magán, de körönként ezt eldönti. Hány fajta Pokémon van a játékban? Típusok alapján most van azt hiszem 893, nem, mert már kijöttek az újak. 900 környék, 900 Pokémonunk van, és azoknak a regionális variánsai, ami egy egész új Pokémon, de nem számolják hozzá. 900, kb. 900 Pokémon van. Ezekből a típusokból összeadódóan összesen miért van ilyen állati hideg? Valaki kérdezte, hogy jött a légkondim, amint felvettem még egy részt leizzadva és megsülve, utána megjött a légkondi szerelő is van, légkondi rohadt hideg van. Szóval, összesen 162 vagy 164 féle kombinációja van ezeknek a típusoknak az összes Pokémonnál. Tehát összesen típus alapján 164 van, kb. Összesen pedig 900 Pokémon. 905 Pokémon van, köszönöm szépen, így van. Szia Geri, sosem gondoltam volna, hogy ennyire komplex ez a világ, lehet el is kezdem beleásni magam. Abszolút örülök, hogyha így látod, nagyon érdekes. Nagyon érdekes ez a játék. Rettenetes sok mindent fel lehet benne fedezni, és nagyon-nagyon kifizetődő. Mert ugye itt például egy 6-os csapatot rakunk, most az Oddist azt benhagyjuk, mert Oddist a kedvencünk. De hogy megnézed például, hogy a Charizardunk gyors, és nagyon durva a specialet, visszatérjek a kérdésekre, csak ez tök jó, ezt kiegészítem, hogy van egy gyors Charizardunk, aki durvát üt specialetekkel. Jó, ez rendben van, de Charizard az, hogyha valaki két pofont ad neki egy kőtámadása, azonnal megdöglik. Miért? Mert négyszeresen sebez a kőtámadás, mert a Fire is gyenge ellene, meg a Flying is. Úgyhogy berakunk valakit, aki kibírja a kőtámadásokat, Magnezone. Magnezone simán kibírja. És akkor így lehet a csapatot összeállítani, hogyha ő valamiben erős, Magnezone mondjuk ő is special attacker, de ő neki mondjuk a defense-e kurva nagy, úgyhogy meg felnyomjuk max defense-re, és akkor lesz egy nagy tankunk, aki, hogyha a Charizardot valaki fenyegeti, akkor ő bejön. Tehát itt még a team buildingbe bele sem mentünk, ott is van egy extra szegmens, az egész borzasztóan mélyre megy, de szerintem ennyi elég lesz ahhoz, hogy a játékot most már értsétek. Niki, nagyon szépen köszi a subscription! Tök jó, hogy a bölcsész diplomához jár a Pokémon óra is. Abszolút jár! Lajbi is, nagyon köszi az 50 cheert! De jó, hogy itt vagytok, köszönöm szépen. Azt mondja, kicsit se bonyolult, igen. Borzalmasan bonyolult. Szabad közbeszólni a sebességgel kapcsolatban? Ha ugyanaz a sebességű mind a két Pokémon, akkor a move sebesség alapján dönti el a játék. Jó, nem Máté, ne komplikáljuk, igen. Vannak bizonyos move sebességek is, fair enough. Hogyha a Charizard, de most már csak ezt nem kell megjegyezni, csak így érdekes képen, hogy mind a két Charizardunk ugyanolyan, de az egyiknek van Quick Attack-je. A Quick Attack annak van egy prioritása. Tehát az, függetlenül attól, hogy ez a Charizard mondjuk lassabb lenne, mint a másik, a Quick Attack-kel támad, akkor az gyorsabban megy. De hogyha a másiknak van egy olyan támadása, ami még a Quick Attack-nél is gyorsabb, akkor ő jön. Tehát különböző, van az alapsebességű támadás, a legtöbb az csak ilyen alapsebességű, van a Quick Attack, ami gyorsabb, meg van a Prankster, ami még annál is gyorsabb, ami nem is támadás, hanem egy képesség, mert a képességekről még nem is beszéltünk, mert természetesen ability-je is van a Charizardnak, tehát amikor lemegy
egy egyharmad élet alá, akkor sokkal durvábban üt a tűztámadásokkal, mert még azt is bele kell számolni, hogyha damage-et kalkulálunk, na mindegy. Szóval, hogy ne kavarjuk össze az emberiséget, ez borzasztóan sok mindent lehet itt még magyarázni, de szerintem. Szerintem jók vagyunk itt. Lajbis, ja igen, köszi az 50 csírt a cápák ellen, hell yeah. Stealth rockok is bántják, abszolút. Abszolút, abszolút. Rendben, na, következő ginéz, Solar Power Charizard Rain teamben, igen. Igen, abszolút. Oké. Okay. Kicsit se bonyi. Nagyon bonyi. Nagyon bonyi. De ez kb. Átláthatjuk. Tehát most megnézzünk egy harcot. Mit szóltok? Megnézzünk egy harcot. És megnézzünk egy harcot, és akkor ezt gyakorlatban is megcsináljuk ezt, amit megtanultunk. Kérem szépen, most mondjátok majd, nem tudom, hogy mennyire lesz beállítva a hang. Azt mondja, hogy... Így van, nagyon hangos. Oké, kicsit leszedem a hangot. Nagyon jó. Tudom, mindjárt látni is fogjátok, ne aggódjatok, ne aggódjatok. Pup. Megérkeztünk! Megérkeztünk a gyakorló pályánkra. Ó, nem ezt akartam. Nem ezt akartam. Hanem vissza látni titeket. Igen. Oké. Okay. Jézus Márián, mi történik itt? Kazsaker, nagyon szépen köszi az 5 community gift szabot, Cheesy, nagyon köszi a community gift szabot. Gyerekek, át jó fejek vagytok. Köszönöm szépen, megérkeztek a Pokémon érdeklődők, ezek szerint nagyon menők vagytok. Köszönjük szépen a támogatást, főleg, hogy a community-nek adtok, az mindig tökre örülök, és akkor az embereknek jár így a diploma. Csak így simán, csak így problémamentesen. Nagyon kedvesek vagytok, köszönöm szépen. Szóval, remélem mindenki jól látja, mert akkor most Lajbis, köszi az 5 community gipszabot, gyerekek, meg vagytok őrülve. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönöm. Úristen, meg is lett a hype train. Kurva jó fejek vagytok. Gyerekek, annyira hálás vagyok. Köszönöm szépen. Én tökre nem érdemlem meg, de ne aggódjatok, nem lesz belőle sömörítő energiaital, meg semmilyen. Minden megy abba, hogy a streamek jobb minőségűek legyenek. Építünk saját stúdiót. Építünk saját stúdiót, hogy arra teszek félre az ilyen ajánlásokon. Nagyon kedvesek vagytok. Amúgy tök vicces, hogy mekkora magyar kompetitív Pokémon közösség. Én nem tudom, hogy mekkora, velem nem vették még fel a kapcsolatot, de én majd fel fogom velük venni a kapcsolatot, mert engem tökre érdekel. Tökre érdekel. Oké, okay. Na, akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki egy harc, és akkor alkalmazzuk azt a tudást, amit elértünk. Visszamegyünk ide, és a fűben keresünk valami szerencsétlent. Megnézzük, hogy kit rakunk be. Papírpeti, nem. Mondjuk kit rakjunk be, Cartmant berakjuk. Cartman az bírja a strapát. Oké. Okay. Na, nézzük meg akkor, keresünk a fűben valakit. Valaki nekünk támad. Nézzük meg, hogy ki az a szerencsés. Swallow! Na, az jó nagy szopás! Oké! Okay. 30. szintű Swallow. Annak nem örülünk. Oké. Okay. Tehát itt van, megjelent a küzdelem. Megjelent a küzdelem. Megnézzük először Cartmannek, mivel támadjunk erre a Swallowra. Swallow az normális flying típusú, Cartman pedig dark és fighting. Fighting! Az nem jó nekünk, annak nem örülünk. Miért nem örülünk? Mert, hogyha előszedjük a típus táblázatot, látjuk, hogy a flying az a fightingra, hogyha végigmegyünk, hol vagy fighting? Itt van. Tehát a flying az kétszeres ütést ad a fightingra. Az nem jó. Annak nagyon nem örülünk. Ezek szerint a Swallow az erős lesz ellenünk. Na most a következő érdemes megnézni, hogy milyen statjai vannak a Swallownak. Természetesen ez a Swallow, ez tudhat különböző dolgokat, mert tanulhatod több mindent az életben, de ez egy jó megközelítés, nekik ezek a base statjai. Rohadt gyors, viszont 85-ös atak, 75-ös atak nem annyira durva. Mivel a 85-ös nagyobb, valószínűleg fizikai támadással fog ellenünk élni, és baromi gyors. Elnézést kérek. Megnézzük a Cartmannek a
statjait. Tehát ő gyors és fizikai támadó. Rohadt lassú Cartman, de biztos, hogy a Swallow fog először támadni, viszont a fizikai védekezés az kurva magas. Tehát akár még ki is bírhatunk egy ütést, annak ellenére, hogy szuper effektív, tehát kétszeres sebzést csinál ellenünk a Swallow, még akár ki is bírhatunk, mert ennyire magas a defense-ünk. Jézus Máriám! Aki, nagyon szépen köszi a subscription! Niki, nagyon szépen köszi a community gift szabot! Teomu, nagyon köszi a subscription-t! És Cheesy, nagyon köszi a még egy community gift szabot! Level 4, nagyon kedvesek vagytok! Állati hálás vagyok! Ne fecsérjétek rám a pénzeteket, de nagyon örülök neki! Köszönöm szépen! 4-es hype train! Ilyen még nem is volt. Na, de kedvesek voltak. Jó van. Folytatom akkor tovább a disszertációmat. Tehát itt vagyunk most. Látjuk, hogy Cartman biztos, hogy később fog támadni, de a defense elég nagy. Úgyhogy érdemes elgondolkoznunk, hogy mit fogunk csinálni. Na most. Defense viszont... Hé, hát nem arról volt szó, hogy Cartmannek a defense nagyobb, mint a special defense? Nos, ez valószínűleg azért van, mert az ő... Opa. Mert az ő... élete során tapasztalt harcai miatt ő neki felfejlődött a special defense, a defense viszont annyira nem, illetve nem tudok előadni. Sweet Seven-en nagyon köszi az 5 community gift szavot, Kinga nagyon szépen köszi a community gift szavot, átjó fejek vagytok, nagyon köszönöm. Ja Isten, nagyon hálás vagyok a támogatásra, srácok. Nem tudok mit mondani. Le van rédelve szabokkal teljes mértékben is meg vagyok. Zavarban vagyok itt a támogatástól, de köszönöm szépen. Nagyon jó fejek vagytok. Üdvözlünk mindenkit a Bölcsész Klubban, aki esetleg kapott egy community gift szabot, az köszönje meg annak, akitől kapta. Most már mind bölcsészek vagyunk, már annyi bölcsészünk van, hogy ez felfoghatatlan. Atya Isten, 5. szintű hype train, ugye? Aki is adott egy community gift szabot. Aki az nem csak csatlakozott a bölcsészekhez, hanem osztja tovább a bölcsészséget. Ez fantasztikus. Ez fantasztikus. Nagyon jó fejek vagytok. Köszönöm. Jej. Szóval akkor, miért ilyen alacsony a defense? Mindegy, ez megváltoztatta az élete során tapasztalt harcok miatt. Cartmannek nem lett olyan magas a defense, mint a special defense. Függetlenül ettől, még ez is elég magas, úgyhogy el kell gondolkoznunk, hogy mit csinálunk. Na most, Cartman 39-es szintű, Swallow pedig 35-ös. Technikailag bennmaradhatnánk, ugyanakkor, hogyha megnézzük a támadásait, nem igazán tudunk semmivel szuper effektívet ütni ellene. Úgyhogy érdemes kijönnünk. Ez a Swallow, ugyanis ha mondjuk crittel, vagy egy nagyon erős támadással jön ellenünk, akkor bele tud halni Cartman, amit nem szeretnénk. Na de várjunk, milyen támadással jön ellenünk ez a Swallow? Nézzük meg, opa. Nézzük meg. Swallow... hogy van? Hova mentél? Hova mentél? Itt van. Így van. Swallow Gen 5 Learn Set. Itt megnézzük, hogy milyen támadásai vannak. És akkor megnézzük, hogy kb. Mire számíthatunk. Ő egy 35. szintű Swallow. A gép, amikor ő irányítja a Pokémonokat, mindig az utolsó 4 támadását használja. 28. Endeavor Double Team, Wing Attack és Quick Attack. Ez a Wing Attack, ez egy 60-as erejű flying típusú támadás, és fizikai, nem vészes, de jobb kicsatlakoznunk ebből a harcból szerintem. Biztos, ami tuti, ne fenyeges. Na de kit rakunk be helyette? Átnézzük, ki az, aki rezisztálja mondjuk azt a Wing Attack-et, ami jön. Hát, megnézzük a type chartot, most nem húzom elő még egyszer, higgyétek el nekem. Gempi, nagyon szépen köszi a Prime Subscription! Nagyon kedves vagy, köszi szépen! Nagyon jó fej vagy, köszönöm szépen! Greg, valamikor nem dobsz majd be saját Twitch emotjaidat, valami pokésat? De! Csinálunk újabb emotokat minden subscribernek, főleg, hogy most ennyien lettetek hirtelen. Abszolút kaptok saját emotokat, amiket tudtok használni. Meg fogom rendelni majd valakitől, és akkor csinálunk. Vingetek ijesztő, de Swaggy kitankolja? Abszolút kitankolja, de én úgy gondolom, hogy van egy jobb választások, és már láthatjátok, ki az, akit érdemes. A flyingot nagyon kevés dolog rezisztálja, a kő rezisztálja, olyan nekünk nincs, de, és az elektromosság rezisztálja. Ki az? Proton.
proton elektromos típusú, ezért rezisztálni fogja a wingeteket, és ő viszont vissza tud ütni keményen a Thundershockkal, ami szuper effektív szvelló ellen. Tehát proton a megfelelő választás, ő kibírja a támadásokat, megfelelő védekezése van, és... Lajd is, nagyon köszi az 5 community gift szabot. Beteltük, annyira jó fejek vagytok, köszönöm szépen. 5 újabb bölcsész. 5 újabb bölcsész csatlakozott a klubhoz. Nagyon-nagyon kedvesek vagytok. Köszi. És még révbe is ért a hype vonat. Ez fantasztikus. Én őszintén nem számítottam. Nagyon jó fejek vagytok. Hell yeah. Szóval, beraktuk protont. Nem tudom, hogy mit csinált Swallow, de nem talán, mert közben a Shihuahua-val voltam elfoglalva, de mindegy. Szóval Swallow az nem támadt meg. Tudja valaki, hogy mit csinált? Honnan látom, hogy valami sima attack vagy special attack? Azt honnan látom, hogy valami sima attack vagy special attack? Már is mutatom neked. Megnézzük a támadásait. Itt van mondjuk a Bite. Ráklikálsz a támadásra, és látod, hogy ez egy fizikai támadás. 60-as erejű, és mindenképpen talál. Mi Thundershockkal fogunk menni, mert az gyengébb, de special attack, és ugye megkétszerződik a sebzése, mert Swallow ellen szuper effektív. Endeavort gondolom, az viszont baj, de biztosan gyorsabbak vagyunk, mint Swallownál. Szerintem Protonnak 4 szinten magasabb, Proton gyorsabb lesz, mint Swallow. Tehát, megnézzük, hogy ő Protonnal mivel érdemes támadni. Az atakja 77, a special attack 111, tehát special támadással érdemes mennünk. És jó, most már megtámadjuk. Úgyhogy a Thundershock egy kicsit gyengébb, mint a Volt Switch, de szerintem ezzel is meg fogjuk ölni. Pup! És nem túlélte! Wingetek jön, és látjátok, not very effective. Semmit nem ütött rajtunk, viszont Proton úgy lefejelte szegényt, hogy beledöglött ebbe. Na, körülbelül így kell kiszámolni. Ki kell számítani azt, hogy milyen támadásokkal jön ellenünk. Az ellen az hogyan tudjuk rezisztálni, hogyan tudjuk kivédeni, és mivel tudunk visszatámadni eredménnyel. A cicának villámákja valagából abszolút a cica. A cica az egy legendás cica. Az nem csak egy ilyen átlag cica, az egy szuper, szuper, szuper legendary cica. Okay, na, körülbelül így néz ki tehát a kiszámolása, hogy mivel érdemes küzdeni. Most nyilván emeltebb szinten már azt is, a damage kalkulációt is kell számításba venni, mert például az, hogy Swallow, láttátok, egy támadásunktól túlélt pár HP-n, az kurva nagy gáz is tud lenni. Ha akkor ugyanis ő nyom Endeavort, az egy olyan támadás, ami lehozza a mi HP-nkat is az ő szintjére, és utána egy quick attack-kel meg tudott volna ölni. Mert a quick attack az, annak ellenére, hogy mi gyorsabbak vagyunk, a quick attack az egy gyors támadás, az még előttünk bejön, tehát lazán meg tudott volna ölni. Lazán. Durva ez a game, ugye? Tehát próbálom az alapszinten tartani, de azért itt nagyon sok minden számításba kell venni. Igen, itt írta is Hekia. Látjátok, ezt már lehet tudni, valaki ért hozzá. Focus SS Swallow kitankolja Endeavor és Quick Attack-e. Pont amit mondtam. Tehát vannak olyan technikák, amivel simán meg tudott volna minket ölni a Swallow. Probléma mentesen. A Quick Attack-et nem mondanám gyors támadásnak, hanem van egy prioritásrendszer. Igen, Hekia, de a prioritásrendszert most nem fogom nekik elmagyarázni, mert az tetten érhetetlen ilyen szinten. Az, hogy a támadások milyen gyorsan mennek végbe, az is egy nagyon komplex rendszernek a része. Te hány évig gyűjtögetted ezt a tudáshalmot? 3! Körülbelül 30 éves korom környékén kerültem vissza a Pokémonba, akkor kezdtem el elkezdeni tanulni ezeket a dolgokat, meg elkezdeni csapatokat építeni, körülbelül 3 év alatt. Tehát hogy ezt nagyon hamar fel lehet venni, hogy az ember egy kicsit játszik is a játékokkal. Na most, srácok, viszont tartalékoltam nektek egy elég kemény. Első harcot, itt ugyanis egy dupla harcja, mert arról még nem is beszéltük, hogy mi van, hogyha nem egy V1-ezünk, nem egy Pokémon jön velünk szembe, hanem kettő, akkor mit kell csinálni? Tudjátok mit? Nem okítalak titeket közben többet. Nagyon-nagyon köszönöm, aki eddig a tudásért itt volt, most játszani fogunk, maradjatok nyugodtan, és akkor még közben lehet kérdezni, és megértjük, hogy hogyan néz ki ez gyakorlatban. Na most, itt van egy sztori elem. Megjelenik egy főgonosz, aki az előző játékban is volt főgonosz. És ilyen tipikus animéhez méltan így saját zenével felvonul. Troublesome indeed, my curious trainers.
és ő beszól nekünk, és mi azt mondjuk, hogy te öreg vagy és ronda, mi megtámadunk. Give me a hand, are you ready? Oké. Okay. És akkor megtámadjuk. Ez most egy Nuzlocke, Greg? Igen, ez egy Nuzlocke. Randomizer Nuzlocke. Meg amikor három forog, de minden, őrültségek vannak. Na most mennem kell, de jó volt itt veletek. Szervusz, kalampó! Szervusz. Oké. Na, ez nem rossz, ez nem... Mi az, hogy 39. szintű? Mi az, hogy 42. szintű? Mi hányadik szintűek vagyunk? Francba. Alacsonyabb szintűek vagyunk, nem baj. Nem baj, ezt túl fogjuk élni. Oké. Ponyard. Dark Age Steel, Regigigas, ez a nagy mamlasz. Itt ez viszont normál típusú, tehát Cartman elvileg mind a kettő ellen nagyon jó, sőt egy Brick Break a Ponyardot biztosan meg fogja ölni. Na most, ami miatt nem akarjuk mi megölni a Ponyardot egyből, az, hogy aki velünk van, a Simisear, az egy tűz típusú Pokémon. És a tűz is erős a Steel ellen, tehát a mi haverunk az valószínűleg a Ponyardot fogja felgyújtani. Úgyhogy mi a Regigigas ellen megyünk, a lehető legerősebb fighting típusú támadásunkkal, mert Regigigas az normál, és az ellen szuper erősek vagyunk. Simisear Flame Burst mondtam, és egyből megsütötte a Ponyardot. Nagyon jó. Tehát pont úgy lett, ahogy terveztük, ki tudtuk számítani, hogy a mi haverunk az hogyan fog támadni. A Simisear, aki tudja, a számítógép kezel. Brick Break-kel megyünk, szuper effektív, Revenge. Ja, nem, a Revenge az normál típusú. Oké, nincs baj. Empoleon abszolút elfogadható. Lehet, hogy van Drill Pack-je, megnézzük, hogy van-e már Drill Pack-je. Kérem szépen. Mert lehet, hogy az viszont baj lenne, mert azzal megölné a Cartman-t. Kérem szépen. Hogy hívják őt? Empoleon, igen. Megnézzük, hogy milyen támadásokkal jön az Empoleon, ez a nagy pingvin. Azt mondja, hogy 39, Whirlpool, Aqua Jet, Brine, Fury Attack. Nincsen, Drill Pack az 52. szintű. Nagyon jó. De magyar nincs flying típusú támadása, csak víz, meg normál. Hibátlan. Simisear nem a csapata... Ja igen, jó, oké. Greg, te játszottál nélkülünk? Mintha változott volna a kezdő csapata. Nem játszottam nélkületek. A majom az nem velünk van. Oké, magyarán, az Empoleon az víz típusú, tehát ő tuti, hogy a majmot fogja ütni. Cartmannel tovább abázzuk a Regigigast, én azt mondom. White Guard, az nem baj, az semmit nem fog csinálni. Simisear Flame Burst, nagyon jó, Brick Break, megöltük a Regigigast, ez nagyon-nagyon fontos. A Regigigast ugyanis az elején még gyenge, de hogyha egy kicsit felszívja magát, eltelik 5 kör, akkor nagyon-nagyon durvá tud ütni. Oké, 40. szintű Cartman. Mivel jön az Empoleon? Szerintem a tűzmajmot fogja támadni. Brine, belénk. És itt a crit, ami másfélszeres. Úgyhogy Cartmannek kijövünk. Oké, van egy Lotad, ami víz és grass. Oké, nem keverem. Water és grass, és Empoleon water és steel. Magyarán Nikki talán a legjobb döntés. Nikki mindent rezisztál, és Nikki odabasz egy Earthquake-kel, amit a Lotad az rezisztál, viszont az Empoleon, aki a veszélyesebb ilyen pillanatban, az azonnal megöli. Mert az Earthquake az mind a kettőjükre támad. Oké, Nikki-t behozzuk. Cartmannek csókolmat hintünk, ő megcsökkent, amit megkövet a hazán. Ezeket a keresési eredményeket én törölném, mert anyukám lecsesztem, miért nem nézek inkább Poreszt, mint minden rendes ember. Ja Jézus, már kicsit megijedtem, hogy mit láttatok. Nem tudom, hogy mire kerestem rá. De minden a munkámhoz kell. Na, Isten. Pedig azt hittem, hogy bejátszottuk a tipikus streamer pillanatot, amikor előjön az összes pornó, amit valaha néztem a kereső rendszerben. Jó van. Kérlek szépen. Domantom mondja, hogy Earthquake a Simisear-t is ütni fogja. Így van, de Simisear bekaphatja, mert ő nem a miénk. Úgyhogy... a Lotad az meg nagyon nyeg, az bele fog halni. Puff! Ennyi volt. Ó, nem, megkapta a Hyper Potion-t. Akkor túl fog élni. Nikki Earthquake-et ült. Túlélte. Puff! És mind a kettő meghalt. Nagyon jó.
Próbál megfejteni, mit gondolt az AI a Brian-nál, de még mindig nincs meg. Szerintem nem volt rosszabb opciója. Igen. Ez már végjáték, vagy sima harc? Nagyon köszi a 100 cheert, Bazsi! Úristen, 200 cheert, Bazsi! Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen a támogatást! Ez még, most haladunk az utolsó gym felé, még 2-3 pokepéntek van ezzel a játékkal. Mm-mm. Tehát ez, most már haladunk az utolsó gym felé. Oké. Okay. Azt hiszem az utolsó gym jön. Még kettő van, de minden esetre már a végső harmadában vagyunk a játéknak. Oké, okay, ezt túléltük, okosan jártunk el, fantasztikus, menjünk tovább. Előtte hílelünk, mindenki túlélt. Na most ez a csapat, ez félelmetes. Én rettegek attól, hogy mi lesz, amikor Nikit kinyírják. Előre mondok, hogy akkor fog összeomlani a csapatunknak a felállása, ha Niki meghal valahogy. Tehát azért Niki életéért szurkoljunk nagyon. Egyébként lehet, hogy Nikinek kéne adni egy fókuszást, hogy ne halljon meg. Nikinek lehet, hogy kéne adni egy fókuszást. Oké. Okay. Megyünk tovább. Erre kell menni. Kimenjünk ebből a városból, hogy nem kell nekünk semmi. Bár itt lehet, hogy van valami a házakban. Ezt nem tudom, hogy van itt valami a házakban. Random emberek vannak. Nem, ők csak magyaráznak. Azt hiszem van itt valami tárgy, talán. Ah, basszus. Van itt valahol valami. De nem emlékszem. Keressük meg a kereső tárgyunkkal, mit szóltok? Nincs semmi tárgy, nem jelez semmit. Átmegyünk a hídon is. Itt van egy bácsi fönt. Ott van, oké, megyünk le. Itt vannak különböző sztoriemek, amivel nem untatlak titeket. Szerintem erről a helyről kimehetünk. Oké. Okay. Most itt már nem... Route 12. Új Pokémon tudunk fogni, hölgyeim és uraim! Új Pokémon tudunk fogni. Greg, tényleg set vagy switch módban játszol? Természetesen set. Kérem szépen, mi... Előre rakjuk a Pokémon fogónkat, aki nem más, mint Papír Peti. Viszont mindenki már itt 40. szintű volt, hogy most mindenkit mi is feltunk 40. szintre. Kérem szépen, ugye, mert kaptunk a... Tök véletlenül, én nem tudom, hogy mikor, kaptunk 999-re elkendit. Oké, Peti 40. szintű. Peti, nem akarsz egy Shadow Bolt kapni, vagy valami? Vagy ezt nem kapsz? Proton is 40. szintű. Scarabeo is 40. szintű. Teri, aki már 40. szintű. Jó. Terrautó alatt ott valami jó? Igen. Igen. Az egy régi mém, az még az első generációs mém. Azt mondja, hogy oké, tehát akkor készen állunk, szurkoljunk, hogy valami normálisat kapjunk. Én nagyon örülnék egy Garchompnak, vagy valaminek, ami a Nikit tudja helyettesíteni, hogyha valamiért meghal szegény. Nem akarom elszólni, de nagyon félek tőle. Nézzük meg, hogy ki az, akit kapunk. Darumaka! Darumaka! Nagyon para arc. Hogyha tovább tudjuk fejleszteni Darumakát, akkor az egy tűztípusú Pokémon lesz, aki nem bír ki, az a baj, hogy nem tudjuk használni, mert nem bír ki két pofont se. Nagyon gyenge, de hogyha valakit eltalál, akit legyorsul, akkor annak vége. Oké, hipnózis. El is altattuk, mert Peti egy ekkora arc. Nem merem semmivel megtámadni, úgyhogy egyszerűen addig dobáljuk rá a labdákat, de mivel ennyivel lazábbak vagyunk, és alszik is, ezért... Bob, hurkapörgető, 520 bitet sírelt. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon kedves vagy. Búcsúképpen itt hagyom. Nem erül a telefonom. Szervusz, hurkapörgető, nagyon kedves vagy. Fogtunk cserébe neked egy kis hurkapörgetőt. Na, neveket kérünk a mazsolának. It's okay. Őt lehet, hogy fogjuk használni. Legyen hurka, nevezzük el hurkapörgetőről, nevezzük el hurkapörgetőről, aki bedobott nekünk egy rakás csírt, aztán elment a francba, mert leverült a telefonja. Hurka, aki egy lány, ment a gépbe, jó van.
kérem szépen, megkeressük, hogy ki ez a tárgy, és akkor elkezdjük megpofozni az embereket. Full Restore, az nagyon hasznos lesz. Oké. Okay. Ó, itt van valami. Ez, ja ne, ezek gombák, ugye? Jó, igen, ezek Pokémonok, úgyhogy arra is szükségünk. Na mi van, itt van valami? Igen, itt van Nyuszi ül a fűben. Focus Sash! Yes! Focus Sash, az nagyon jó. Aki nem tudja mi az, hogyha megölnék a Pokémont így egy lövésből, akkor egy HP-n túléli. Ez nagyon hasznos. Azt mondja, itt van valahol egy grottó, valahol be lehet menni a fák közé, és ott lehet kapni egy extra Pokémont. Ott van, már látom is. Úgyhogy ezt most gyorsan még egy Pokémont tudunk fogni. Nem tudok oda bemenni. Nem ott van. Én szerintem ott van, nem ott van. Mindegy, itt van valahol egy grottó, ahol bele lehet menni, csak nem tudom, hogy hol. A fák alját kell nézni. És elvileg ott van, kéne lennie valahol, de nem találom. Na mindig. Na nézzük. Itt is van a földön valami tárgy. Ezt is. White Herb, azt nem használható. Bazsi, vég 413-at csinált. Nagyon köszi, Bazsi. Legalább valahol legyek kicsit első. Na. Ja, tényleg, mert itt. Itt jelzi a chatben, hogy miért. De nagyon köszi, Bazsi. A mi szívünkben abszolút te vagy az első. Greg, neked eddig ez a leggazdagítóbb stream. Látod, milyen hálás mindenki a Pokémon tutorialjáért? Én nagyon örülök, hogy én aggódtam, hogy nem fog annyira sok embert érdekelni, de tök sokan vagyunk. És örülök, hogy tetszik. Én nagyon örülök, hogy ezért a világ iránt érdeklődtök, mert hogy őszinte legyek veletek, most teljesen nyíltan. Egy kicsit furán érzem változatlanul magamat azzal, hogy ennyit játszom Pokémonnal, mert hogy most így láthatjátok, hogy milyen számolás van mögöttem, még mennyi infot kell tudni, ez azért jelentős figyelmet igényel, viszont a végén mégiscsak cuki lényekkel kell pofoszkodni, valami, ami így kívülről egy kicsit fura, vagy nem tudom. Tehát nem feltétlenül nekünk járó. Úgyhogy tök jó, hogy nektek így átadhattam ezt a tudást, és nyitottak voltatok rá, így most már mindenki meg tudja magyarázni, hogy miért érdekes ez. Ilyenek ezek az RPG-k abszolút, és még nem annyira japán, mint amennyire japán lehetne. Még lehetne nagy csöcsös Pikachu is. Na nézzük, hogy bazd meg. Negyvenegyedik szintű Thundurus. Ez nagyon gáz. Oké, akkor most fókuszálunk. Thundurus egy legendary, és nem is egy gyenge legendary. Nézzük meg, hogy mit tud a Thundurus. Oké. Na. Oké. Thundurus Gen 5 Learn Set. Nézzük meg, hogy mit tud. Ezt már egyszer megöltük szerintem, úgyhogy képesek leszünk rá. Azt mondja, hogy 45. szintű, tehát Discharge, Agility, Health Block, Shockwave. Nagyon jó. Csak elektrik típusú támadása van. Fantasztikus. Jó, és akkor megnézzük még a base statjait. Csak elektromos támadása van. És hoppá, nem ezt akartuk nézni. De Electric Flying. Na most, hogy milyen... Igen, Electric Flying. Ami azt jelenti, hogy az elektromos támadás az neutrális rá, mert az elektromos az rezisztálja az elektromosat, a Flying ellen pedig szuper effektív az elektromos. Tehát mivel ez rezisztál, ez ellen meg szuper effektív, ezért összefoglalva neutrális lesz. Jó. És neki a defense az alacsonyabb. Nagyon jó. Akkor ez megvan oldva szerintem. Mert be kell hoznunk, ő nagyon gyors, tehát szerintem legyorsulja Petit, úgyhogy be kell hoznunk Protont, aki Volt Switch-el megöli. Gyerünk Proton. Proton ugyanis rezisztálja az összes támadását. Spoilert lehet kérni, hogy mik lesznek a soron következő játékok? Igen, a macskás játékkal nagyon szeretnék játszani. A macskás játékkal abszolút szeretnék játszani. Nem tudom, ez érdekelne titeket? Én simán játszanék. Bazsi, köszi az 53 cheert. 53. Legyen már a nevemhez illő szám. Hey, a Bazsi 666. Ennyi. Nagyon szépen köszi. Kimaxoltad a jelenlétet. Pokémon Yellow Speedrun, please. A Yellow az nagyon szar, azt nem lehet már nézni, sajnos. Tehát az már nézhetetlenül gagyi, úgyhogy ezt már nem. De keresünk még játékot. Meg kérjetek nyugodtan, van a Discordunkon, van mivel játszunk még fül. Meg fogom nézni, és megveszem azt a játékot, ami nagyon érdekel titeket.
Engem érdekel a macskás játék, ugye engem is, nem tudom, hogy miről szól, nem látom belőle még semmit, de macskákkal lehet menni, és ez menő. Oké. Okay. Proton leszarta a támadását, úgyhogy... Volt switch, egy volt switch-el vajon megöljük-e? Lehet, hogy először ütünk egy Shadow Bolt. Jó? Jó, ameddig nem támad, addig Shadow Ballozzunk. Agility, semmi baj. Shadow Ball. Jó, ezt megöljük Shadow Ball. Valamiért nem támad. Nem tudom, miért nem támad. De ezt relatíve gyorsan megoldtuk. Az nagy mázlink egyébként, hogy a mesterséges intelligencia valamiért nagyon buta ebben a játékban. Poliwhirl nem jelent számunkra veszélyt. Lehet, hogy van macsotja, de az senkit nem érdekel. Thundershock is szerintem egyből meghal. Nem. Body Slam paralizál. Mi a franc? Itt kritelnek minket folyamatosan. Jó van. Egy pillanatra nem lehet elengedni. Ezt annyiszor mondtam, de mindig így van. Nagy pofával azt mondjuk, hogy hát ez semmiség, bla 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 bla. Azonnal le tudnak ütni. Oké, healelünk egyet. Thunderous, hála istenek van Proton. Tehát azért azt látjátok, hogy nem lenne ennyire maxolva a csapatunk, akkor ez sokkal nehezebb lenne. Oké. Woo! Itt se vagyunk. Itt van egy... Jaj ne! Dupla harc, azt nem akarom. Félek tőle. Legyen dupla harc. Én a dupla harcot mindig félek. Nem, elkerüljük a dupla harcot. Bár mondjuk... Megnézzük. De legyen egy kis dupla harc, gyakorolnunk kell. Nikki és Cartmannel szoktuk a dupla harcokat csinálni, ugye? Na akkor ezt a két kislányt megtámadjuk az erdő mélyén. Szerintem a két D-gen a legjobb, főleg az a rész, amikor vissza kell menni a first genbe. Igen, az nekem az volt az első Pokémon játékom, ezt nagyon élveztem. Na nézzük akkor ezt a dupla harcot. De az meg kellett volna növelni a szintjét. Hány van? Kettő, összesen kettő, semmi gáz. LGM és Sceptile. Nem baj! 40. szintűek, az teljesen jó. Oké. Hát akkor ez nem lesz vészes. Az LGM ugyanis valószínűleg csak Psychic típusú támadásokkal tud jönni, amit a Cartman rezisztál. Úgyhogy a Nikki fogja megkapni. Úgyhogy ezt a Sceptile-t öljük meg, mert az a veszélyes. Duplázunk a Sceptile-val. Ugye? Nem csak hülyeséget, gyerekek. Dragon Claw. Ja, hogy egyből meghat. Szegénykém, hát ennek nincs védekezése. Akkor viszont nem kellett volna, igen. Kritikál. Ja! Hú, azért a Psychic-kel egy erőset ütött belénk ez az. Arc, nem baj. Crunch that bitch. Kicsit túl gondoltam ezt. Hála Istennek, nagyon lassúak ezek a szarok. Nikivel nem lehet szarozni, gyerekek. Nikki és Cartman egy olyan duó, ami utánozhatatlan. Oké. Okay. Azt mondja, hogy felhílelünk mindenkit és megyünk tovább. Kérem szépen. Hol van? Ja, itt most nem felejtem el. Itt vannak. Super potion. Oké. Nikki. Jó van, Cartman meg se sérült. Nagyon jó. Hát gyerekek, most... Ameddig így marad a csapatunk, addig ez valószínűleg egy elég gyors menet lesz. Menjünk. Opa, várjátok, itt be lehet jönni. Nézzük meg, hogy mi van ide bent. Itt van valami, ami kell nekünk. Heat Rock. Semmire nem jó. Fantasztikus. Oké. Azt hiszem, hogy most megyünk a Shark Engine-be, hogyha jól emlékszem, de ez a része a játéknak már annyira nincs meg, mert ritkán jutok el. Te mit csinálsz itt, kislány? Oké, nem ad semmi. Azt hiszem, hogy ad valamit. Ja, ez a Village Bridge. De ez egyébként nem rossz. Itt is tudunk healelni, igen. És itt kell megverni, most először megpofozzuk a bácsit. Hogyha, mert itt lesz egy bácsi a hídon, aki azt mondja, hogy ő 999 meccset megnyert, legyek én az ezredik. És mi azt mondjuk, hogy tudod mit? Die. Die, old man! Na gyere! Mencs! Köszönöm, mindjárt mentünk normálisan is. És ezt csak megverjük a bácsit a hídon. Letámadjuk az öreg embert. Két pokémonja van. Szegény! De ez már 43. szintű, úgyhogy növelni kell a szintjét a csapatnak, ne felejtsük el. Happy knee. Shadowból nem fénytek. Jóban, Happy knee nem érte túl. És van egy jó, rájól, annak viszont nem örülök. Úgyhogy innen tudom, hogy nem néz ki nagyon parának, de nem örülök.
fighting típusú támadásai lesznek, amit a Scarabea rezisztál. Vagy dark típusú, amíg bite-olhat, Screech, az nem örülünk. De szerintem egy brigdékkel megöljük, nem? Jó. Hidratálj, mindenki hidratálj, örökké kell hidratálni, így van. Nagyon jó. Fűben is volt labda, jól láttam. Igen, csak ez egy Pokémon. Az egy, az, amivel mi nem feltétlenül kell találkozunk. Gyönyörűséges, szép izé. Hát most lemegy, szerintem egyszerűen csak haladjunk, gyerekek. Itt nincs semmi olyan érdekes, random embereket meg lehet pofozni, de nincs rá feltétlenül szükségünk. Én azt javaslom, kosásokkal lehet verekedni. Én azt javaslom, a labdákért el kell menni, mert tárgyakra szükségünk van. Azt javaslom, hogy most kicsit belehúzok, és nem állunk le minden mezei Zsófiával meg Zsoltal verekedni. Erre leállunk az első Zsoltal verekedni. De most igazából az a lényeg, hogy eljussunk szerintem az utolsó gymig még. Mint hozzáért esetleg azt tudod, hogy a Gen 4 játékok miért olyan rohadt lassúak? A Gen 4 úgy volt kódolva. Jézus Máriám, ne egy hal! Oh my god! Shadowball that bitch! Hát, túléltük. A Gen 4 játékok azért, mert be van, úgy volt kódolva, a framerate-hez volt rögzítve, hogy hogyan csökken a HP csík. Tehát amikor valaki üt valaki mondjuk 100 HP-t, akkor ő eldönti magának, hogy azt a 100 HP-t az rögzített, hogy hány framerate-en keresztül csökkenti le. Amit nagyon lassúra állítottak be. Ennek pontosan a technikai hátterét nem tudom, de volt valami technikai háttere, hogy jobban fusson a program, ezért rákötötték, hogy szépen lassan csökkentse azt a HP-t. Ennek az volt az eredménye, hogyha magas szintű a Pokémonod és sok HP-ja van, akkor mire lemászik bazd meg, eltelik egy perc. Tehát ennek hardware limitációs okai voltak. És kaptunk egy Moonstone-t, az viszont hasznos. Szintet fejlesz? Így, de abszolút köszönöm. Köszönöm, Viktor. Jó. Igen, szintet fejlesz. Mi volt ez? 43. szintű? Akkor 43. szintre felmászhatunk mindenkit. Nem tudjátok elképzelni, mennyi ideig tartana ez Candy-k nélkül. Hol van a Candy? Give me that Candy! Ezt át is tesszük a free space-be. És akkor egyszerűen csak tudunk mindenkit tömni cukorkával. Jelentjük, hogy gyengének érzitek magatokat, dobjatok be kis bogyókat! És attól rögtön keményebb gyerekek lesztek. 43, Cartman 43. Cartmannek már nincs szüksége semmilyen támadásra. Protonnak van. Proton kaphatna egy Thunderboltot, adjatok neki! Crunch az nagyon jó. Crunch az teljesen korrekt. Crunch jön a bite helyett. Az egy erősebb dark típusú támadás, az nagyon jó. Hurrá. Teri, akit eddig egyszer használtunk, de akkor elég jó volt. Slash, kell neked? Slash. Neked már van Cut, Quick Attack, Bulkapozni, úgyse fogunk. A Slash az viszont egy jó neutrális támadás. 43, és Beát is feltoljuk. Beának pedig a Mega Horn-t kéne még megkapnia. Reversal? Nem, az nem kell. Jó. 43. szintűek vagyunk. Ja, meg már szörfözni is tudunk. Húha. Tudunk a vízben úszni, gyerekek. Várjátok. Nem ez volt az encounterünk? Itt van egy extra encounterünk. Itt tudtunk volna fogni valamit. Barbara! Nagyon szépen köszi a raidet, úristen. Barbara ASMR. Hát, hölgyeim és uraim. Azt őszintén tudok sajnálni mindenkit, aki egy ASMR streamból jön be. Nagyon köszönöm Barbarának a támogatást. Nagyon-nagyon kedves vagy, de mindenkit biztosíthatok, hogy ez minden. Csak nem egy ASMR stream, mert én folyamatosan üvöltözni szoktam, hogyha lelkes vagyok, ami általában vagyok, amikor az én játékaimmal játszunk. De nagyon-nagyon-nagyon köszi, az itt létet. Játszik átunk? Ne aggódj, jó van, oké, rendben, akkor nincsen gáz. Én értem, hogy ez csak a csatorna neve, de egy kicsit... Dragon Pulse? Nem. Ugye Dragon Pulse az nekünk nem kell? No. Igen. Mert az special támadás. No, szóval értem, hogy ez csak a csatorna neve, csak nagyon szórakoztóan nézett ki. Szegény Niki. Oké. Itt van egy bácsi, aki minket nem érdekel, de itt van egy labda, amivel átjövünk. Úgy van.
és van a víz közepén is egy labda. Oké, gyerekek, muszáj megtanítanunk az úszást valakinek, de nincsen víztípusú Pokémonunk. Úgyhogy ki az, akit bedobunk a vízbe, akinek a hátán akarunk menni? Van egyáltalán? Igen, szörf. Ki az, akinek akarunk adni, akinek a hátán akarunk utazni? Mert úgy állítottam be, hogy azért mindenki tudja, ne kelljen mondjuk vízpokamont hoznunk magunkat. Kivel akarunk úszni? Ki az, aki special attack-e? Proton. Ugye? Proton, aki special attack-er. Proton, mi? Igen. Niki, ő viszi a csapatot. Niki viszi abszolút a csapatot, csak Niki fizikai támadó. A surf pedig, látod, a special. Tehát azt valaki olyas valakinek kell adni, aki special támadó, mint például Volt Switch, vagy Thundershock. A Thundershock az nagyon gyenge volt. Igen, nagyon gyenge, úgyhogy ez legyen. Elegem van, hogy nem ölünk meg embereket rendesen. Oké. Okay. Akkor most felkapunk gyorsan a cica hátára. A macskák híresen szeretnek úszni. Dadark Steve, nagyon szépen köszi a subscription-t. Nagyon szépen köszi a subscription-t. Megyünk, beúszunk a vízbe, azt mondjuk nektek, hogy szervusztok. Most jutott eszembe, hogy ennek a játéknak a grafikája teljesen úgy néz ki, mint a nem a Harvest Moon, a Stardew Valley. Teljesen hasonlít hozzá. Én régen Stardew Valley-ztem, annyira megnyugtatott az a játék, gyerekek, hogy ez valami elképesztő. Imádom az ilyeneket. Rendben, találtuk abszolút semmit, úgyhogy mit szólnátok, hogyha tovább haladnánk. És egy újabb várost vennénk a nyakunkba. Itt még lehet random Zsoltikat és Zsófiákat popozni, de mi nem fogjuk ezt tenni. Shiny? Nem. Egy nagyon ronda majom. Ronda majomokra nincs szükség. Oké. Miért? Woo! Itt különböző izmos majmok vannak itt a fűben. Egyikre sincsen szükségünk, Peti egyszerűen lelép a francba. Oké, menjünk, szerintem a következő város, ha jól emlékszem, ott az, ahol a gym van. Nem hagytunk ki egy gymet? Csak nem, ugye? Nem hagytunk ki egy gymet. Route 11. Igen, ez egy rövid route. De itt tudunk még egy Pokémon fogni. Ez a városban elbasztuk a Pokémon fogás, gyerekek, nem emlékeztetetek. Bementünk a fűbe és elszalajtottuk a lehetőséget. Oké. Okay. Verjük meg ezt a nénét, én azt mondom. És itt állnak itt az öreg emberek a hídon, és nem félnek tőlünk, pedig itt jön a pokol maga. Mit van? Kangaskhan. Ez nem jelenthet túl nagy gondot, két szinten vagyunk fölötte. Kérlek szépen, be kell hoznunk Cartman-t, ugye? Cartman, igen. Nézzük meg, hogy mivel támad. Lehetséges, hogy Crunch-al, vagy valami Dark típusúval. Oké, a Crit-re azért figyelünk, meg a Punch az durva, de Brick Breaker szerintem megölt. Ez megölt volna minket! Krittel, azaz, hogy lehet, hogy majdnem. Íh, ez a Kangaskhan, ez nem hülyéskedik. Skorupi, jó, oké, hála Istennek, az viszont túléljük. Az ugye Bug és Poison, tehát behozzuk a Teriyakit, aki rezisztál mindent, ami ezen a világon létezik. Nem is öreg? Hát, nem. Ez most valahogy ez a mai játéknak ez a közös pontja, hogy öreg emberekkel popozkodunk. Ő is egy tiszteletbeli, ő egy idős lélek, tudod? Én egy öreg lélek vagyok. Ezt szokták mondani a tinédzserek, amikor abban a korszakukban vannak. Oké! Fantasztikus! Ott van egy néni, úgyhogy gyorsan hílelünk. De nem szabad, kicsit óvatosabban kéne játszani, gyerekek, mert egyszer már újraélesztettük Cartman-t, és én nem szeretném feltétlenül újraéleszteni. Meg most nem is tudjuk már mivel. Azt mondja, hogy folyamatosan elfelejtem, hogy hol vannak a cuccaink. Oké, Hyper Potion megy Cartman-be. Azaz, hogy Super Potion is elég lett volna, tök mindegy. Petivel kezdünk, jöhet a néni. Gyere néni! Mint valami metal énekes, Teriyaki? Abszolút, sőt, úgy is néz ki, mint egy metal énekes. Oké. Wubat a Psychic és Flying, úgyhogy szerintem egy Shadow Ball-al ledobjuk.
Bár lehet, hogy gyorsabb nálunk, mert ezek ilyen rohadt gyorsak tudnak lenni. Nem. Petinél senki nem gyorsabb, Peti ledobta az égből egy Shadow Ball-lán. Nagyon jó. Peti is elkezdi azért összekapni magát. Szegényként. Mondjuk milyen dolgok jönnek ellenünk, azt sem szabad elfelejteni. Charm, az abszolút nem. Másik pedig, az észrevettem most a mesterséges intelligencia nem akar engem megtámadni. Teljesen random ütésekkel jön. Valamiért nem akar engem megölni. Nem értem. Rendben. Átjöttünk ezen a hídon is. Kaptunk egy berryt. Nagyon boldogok vagyunk. És megyünk még tovább. Mi történik? Itt van a Virizion! Virizion-t is el tudjuk kapni. Ez nem az lesz. Ő egy legendary. Csak így leugratunk. Őt elvileg el tudjuk kapni. Úgyhogy nézzük meg. De aztán mindenki hílelve van. Nézzük meg, hogy mi az, akit kaphatunk még ezen az úton. Ő egy... Yamask. Ő Kofagrigusszal fejlődik tovább, aki egy védekező Pokémon, nem annyira jó. Őt elengedjük, fusson el, nézzétek, elszaladt. Őre nincs szükségünk, oké. Az a labdára szükségünk van, ráugrunk a cicára. Gyere ide labda. Plumfaszil, az jó, az egy Pokémon. A játék is érzi, hogy ez most itt a Békeszigeten nincs szükség felszörges előszakra. Ugye, ez egy ilyen easy chill stream, de általában a Pokémon, azért tettem péntekre a Pokémon streameket, mert az mindig egy ilyen tök nyugis. Én nagyon sokat üvöltök, de igazából ez egy sokkal békésebb, kevésbé stresszes dolog, mint mondjuk egy smart streamet összehozni. Úgyhogy ilyenkor mindig csak így lazulunk, megyünk előre, és a világ legdurvább összeállított csapatával belerohantam egy cutscene-be. Abáljuk az ellenfeleket. Nem tudom, hogy mióta nem volt halál, gyerekek, úgyhogy össze kell szorítani a fogunkat. Mert itt vagyunk az utolsó városban. Mindenki nagyon gitározik, rohadt jól néz ki. És a gymet keressük, ahova be kéne mennünk. Nézzük meg, azt hiszem itt van fönt. Így van, itt van a Sárkány gym. Ez elvileg az utolsó gym. Kérlek szépen. Kapunk egy kis vizet, hidratáljunk, mindenki hidratáljon. Ez az utolsó gym. Én szerintem ezen átverekedjünk ma magunkat mindenképpen. Abszolút, annyi idő még pont van is. Oké, szerintem fel vagyok készülni. Nem tudom, hogy hanyadik szintűek. Megnézzük, hogy hanyadik szintű... Ja nem, az rosszul is van beállítva. Nem tudom, hogy hanyadik szintű. De először ezt a gyereket. Gyere ide! Őt megverjük. Ments! Basszus, nem mentettem. Oké, a játékon belül is menteni kell, de most a játékon kívül az abszolút legálisan vásárolt Nintendo platformon is mentünk. Jó. Egy darab lénye van, megnézzük, hogy mennyi a max, amire fel kell fejleszteni őket. 46. szintű. Hála Istennek egy Kubon! Kubon el mit tudunk csinálni. Félek, hogy nem öljük meg, mondjuk neki special defense-e van, de ellene nettó semmit. Bealtatjuk, hipnózis, talál, mint mindig. Jó? Nagyon jó. A Kubonnak nincsen nagy special defense-e, ugye a Peti az le fogja ölni. Hoppá! Hoppá, de azért bírja a strapát. Hála Istennek, alszik. De jól néz ki ez a gym. Abszolút. Ahhoz képest, hogy ez a játék mikori, ez egy nagyon jó. Oké, 46-os a max szint, gyerekek, úgyhogy 46-ra visszük föl. Nem, mondjuk 45-re visszük föl a karaktereket. Úgyhogy mindenki nyissa a száját, jön a cukorka. 45. szintre felviszünk mindenkit, hogy ne legyen bajunk. Faszeid, az nem kell. Oké, Proton. Proton egy normális villámtámadást, könyörögve kérlek. Hoppá, véletlenül feltartom 46-ra, nem baj. Teriyaki 44, 45. Scarabea Megahorn. Hol a Megahorn? Nem, mondjuk ez nagyon későn fog jönni. És Nikit is. Nikit nem felejtjük el, 45. szintű. Nagyon jó. Akkor most mentünk, és mindenkit megölünk, aki ide bent van. Annyira jó a csapatunk, gyerekek. Ez ilyen streamer luck,
De nekem ilyen, ilyen jó csapatom nem volt szerintem még Nuzlocke-ba soha. Oké. Okay. Na. És akkor azt mondjuk, hogy fellépünk. Jaj, de ne itt rotációs battle-ök meg ilyenek lesznek. Hú, ez nehéz lesz. Ez nehéz lesz. Ez nehéz lesz. Na nézzük. Akkor először jobbra megyünk. És oda páf! Belefejelünk a lávába. De fel kell készülni, mert ezek rotációs, tehát ez ilyen három pokémonos harcok lesznek. Ki az, aki, akit berakunk? Peti azonnal kijön. Nikki, Cartman és Proton talán. Ők, akik bírják. És középen van Cartman, igen. Lehet, hogy ez még nem, mert összesen öt ember van itt. Igen, meditált. Nem, ezek még egyszemélyesek. De a felső két kezénél a sárkánynak ott durvább lesz. Hurkapörgető 200 vitet csire. Szervusz, hurkapörgető, elneveztünk rólad egy Pokémont. Mikor elmentél, mert annyira röhögtem rajta, hogy becsírelt és aztán elmentél, úgyhogy van egy rólad elnevezett Pokémon, majd megmutatom. Előtte ezt a kis gyereket itt, aki levitál, megöljük egy Dragon Claw-val. Ja igen, akkor láttad, remélem a kis hurka jóval, a kis hurka az remekül bírja magát. 45. szinten vagyunk. Nagyon jó, mindenkit megölünk. Jó. Igen, és akik fölötte vannak... Most már tudunk följebb menni. Úgyhogy megyünk följebb. És most jönnek a tripla battle-ek. Most jönnek a tripla battle-ek. Oké. Okay. Viszont itt lehet, hogy magasabb szintűek lesznek. Na jó, most kell szurkolni. Elmegyek pisilni, egy 3 másodperces szünet következik. Oh my god, he's back! He is back in the building! He is back in the building! Alright, na nézzük, hogy mit tudunk ezzel az űrgével csinálni. Lehet, hogy itt már magasabb szintűek lesznek talán egyel. Még nagyon nem örülünk, mert az a damage kalkulációt ezt nagyon szétcseszi, de nem baj. Igen, három... Uuuuh! Nem, alacsonyabbak, jó, nincs gáz, de van gáz. Nem, nincs gáz. Nincs gáz. Oké. Okay. Nem, ez egyszerű lesz. Oké, okay. Ezek nagyon, fizikailag nagyon gyengék. Nem. Jaj, de jó! Jaj, de jó! Ő egy darab crunch-sal megeszi a Gengárt. És őt pedig... Surf. Nem, mert a surf az megüti a Cartman-t is. Volt switch-en meg tudjuk ütni a Larvitart. De lehet, hogy inkább Shadow Ball-ozzuk alá. Nem, mert a Larvitar az dark. Ugye? Nem, az nem, az még nem dark. Oké, okay, most tehát itt ebben a hármas csatában a következő taktikánk. Megnézzük a legerősebb lényt. A Banett az nem rossz, nem gyenge, de... fizikai támadó, és a Cartman is, meg a Nikinek is jó a fizikai defense relatíve. Gengar az nagyon para, tehát az nagyon nagyot üt, viszont Cartman az rezisztálja az ő ghost támadásait. És az ő poison támadásait is. Viszont ő a legerősebb, úgyhogy őt kell nagyon megölni. A Larvitar az semmit nem fog csinálni, úgyhogy biztosra megyünk és megöljük őt. Azt mondja, Proton a leggyorsabb, Proton egyből megölte a Gengart. Nem ölte meg, az baj. Jön a Shadow Ball Nikibe, Nikki félen. Banettnek meg kell halnia. Banett meghalt egy critben!
Itt menekült meg Nikki, bazd meg. Itt menekült meg, meg most jön Cartman. Cartman crunch-al megöli, és jó. És Nikit már nem tudja támadni a Larvitar, mert ő a túloldalon van. Jó. Ez nagyon, nagyon para lett volna. Egy crittel simán megölik Nikit. Payback, senkit nem érdekel, Rocky helmet. Oké. Okay. Nikit azért kihozzuk, biztos, amit tuti, nem tudom, hogy mi tudna itt történni, de Terry, akit behozzuk. Cartman-nel pedig brick-break-eljük a szerencsétlent. Oké. Okay. Ez most nagyon közel volt. A Gengar az iszonyatos durvát üt. Jó van, meghalt. Jó, Én nem örültem volna, most elveszítjük a Nikit. Oké. Okay. Felhíleljük a Nikit. Tripla battle-eket sose értettem. Tripla battle-eknek az a lényege, hogy 3 versus 3, a középső az bárkire tud támadni, a baloldali az a baloldalira és a középsőre, a jobboldali pedig a jobboldalira és a középsőre tud támadni. Igazából ennyi. De ezen túl olyan, mint egy dupla battle. Jó van. Nikinek ezek szerint mégse olyan jó a special defense, bazd meg. Többet kell gondolkoznom, mert egyszer így fogjuk elveszíteni. Na. Megnézzük, hogy mekkora a Draydennek, a Gym Leadernek milyen erősek a lényei. Nagyon jó. Megnézzük, hogy milyen. Mentés, abszolút mentünk. Gym Battle, easy mód és normál mód. Itt van a normál mód. Nem ezek lesznek neki, viszont 50. szintű. Jó, nem, ez a challenge mód, jó, oké. Okay. Normál mód. 42 és 46. szintű. 46 és 48! 48! Jó, 48. szintű lesz ő neki a legnagyobb, legerősebb lénye. Az jó magas! Úgyhogy erre vigyáznunk kell. Jó van, ez esetben menteni fogunk, de előtte mindenkit felpumpálunk, már hogyha fel tudunk menni, nézzük meg. Igen, fel tudunk már menni a legmagasabb szintre, így felfogunk. Nem tudtam meg, mi az, Iris a Gym Leader? Nem, az az első részében, ez Black 2. A Black 1-ben Iris, a Black 2-ben pedig Drayden. Iris itt a fő-fő ellenség. Tehát Iris-ra fogjuk a legutolsó csatánkat vívni. Na, hölgyeim és uraim, Gym Battle következik! Egy tökéletes lezárása. Whoop! Összefejelünk. Tökéletes lezárása a mai streamnek. Felkészülünk a harcra. Először is mindenkibe pakolunk cukorkát. Mindenkit felhozzunk. De nem, Nikit hozzuk fel. Ne csaljunk. Egy 48-asa van, nekünk is egy 48-asunk lesz. És mindenki más 46. Niki nekünk az észünk. 46. Jó. Mega horn! Ott a mega horn! Jaj, de örülök! Jó van. Akkor Strength Earthquake, Brick Break és Close Combat. Én a Close Combatot féltem. Close Combat, aki nem tudja, ez brutál erős támadás, de annyira lecsökkenti a védekezését. Hogyha nem öli meg egyből az ellenfelet, akkor ez meghal. Most védekezésre megyünk főleg. Oké. Okay. Nem Nikivel kezdünk, hanem... Petivel szoktuk kezdeni. Úgyhogy Petit berakjuk nyitásnak. Cartman Proton, jó. Lemaradtam, honnan van ennyi rare candy? Kaptuk a Mikulástól. Oké. Okay. Na, hölgyeim és uraim. Hú. Nézzük meg, reméljük nem lesz túl... Zekrom ne legyen. Bár mondjuk most már tudunk valamit csinálni, nem tudunk még mindig semmit csinálni Zekrom ellen. A Zekrom, aki nem tudja, az, hogy 4-szer szembe jött a játék során, és az a fő ellenségünk. Most azért imádkozunk, hogy ne legyek durva legenderik. Peti, be van rakva, tárgyakat megnézzük még, hogy kinek milyen tárgya van. Petinek ugye Tinted Wide Lens, amitől könnyebben eltalálja a hipnózist. Az nagyon fontos. Cartman Leftover, az jó, attól hílelődik. Protonok Rocky Helmet, annál nem hiszem, hogy van jobb. Nikinek Dragon Fang, Choice Band és Flame Plate. Jó. Tehát mindenkinek a támadásait erősítjük a tárgyaival. Arra megyünk, hogy senki ne éljen túl egy támadás se. Na nézzük! Let's go!
Kapsz egy Shedinjalt és GG. Nem, meg tudjuk ölni a Shedinjalt. Na nézzük. Első Pokémon Girder. Nem gáz, de nem jó kezdés. 46. szintű. Igen, és mi 46. szintűek vagyunk. Oké. Nem jó, nagyon erős, és nincsen fighting típusú rezisztáció, kivéve a Bea. Megnézzük, hogy mit, ez nem jó kezdés. Petit egyből kinyírja. Hoppá, nem ezt akartam csinálni, mert ilyenkor elhalkul. Kérem szépen. Girder, Gen 5 Learnset. Kérem szépen, megnézzük, hogy mit tud. 46. Hammer... bazd meg! Hammer Arm, Dynamic Punch és Rock Slide! Rock Slide, ez a kis gyökér. Oké. Kői és nagyon durva fighting típusú támadásai vannak, ez nem jó. Nem örülünk neki teljesen, viszont Scarabeának meg nem jó a fizikai defense-e azért. Nem. Scarabe az egyetlen, aki rezisztálja a fighting típusú támadásukat. Hú, ez nagyon szar ez a Girder, bazd meg. Nagyon szar. Gyorsabbak vagyunk nála Petivel, de hogyha nem tudjuk elaltatni, akkor Peti garantáltan meghal. Úgyhogy be kell hoznunk Beát. Nézzük meg, hogy mit tud. Izgulok egy kicsit. Ezek miért tud ilyen 46. szinten? Nem tudom. Oké, Scary Face nem gond. Most kell nézni, hogy mivel támadjuk. Megahorn. Megahorn, a fighting az rezisztálja a bugot. Na látjátok? Na tessék, erre például ezt mindig elfelejtem. Pedig mióta játszom. A fighting az rezisztálja a bugot. Várjál, itt van a bug. Nem. Hol van a fighting? És a bug... Az hol van? Itt van bug. Fighting 0.5. Ugye? Attacking a fighting, és az rezisztálja, igen, a bug az rezisztálja a fightingot. De fordítva, bug és fighting, az is, tehát rezisztálják egymást. Jó, ezt mindig elfelejtem valamiért. Nem tudom miért. Magyarán a Megahorn az nem jó, magyarán Brick Break-kel kell mennünk. Vagy Earthquake-kel. A Brick Break az kap stab bónusz. Ugye? Azt megtanultuk, mert a Bea az fighting típusú, tehát a Brick Break az elvileg erősebb, mint az Earthquake, mert az Earthquake az ground típusú, és Bea nem ground típusú. Jó, hát nézzük meg! Brick Break! Ja, megnéztük! Mondtam, hogy Bea bejön, és mindenkit elsőre megöl. Nagyon jó. Chingling, ez nem gáz. Chingling ellen, ugyanis Chingling az a psychic típusú, úgyhogy Cartman az valószínűleg mindenre immunis. Bárcsak gyerekkorunkban lettek volna ilyen helpek, bár akkor nem lett annyi szép, milyen könnyű volt ez a játék emlékünk. Köszi, hogy ápolod a poke kultúrát, köszi szépen. Abszolút, igyekszem, én nagyon élvezem. Choice Band Step Crit. igen, nem nagyon lehetett ellen mit csinálni. Oké. Crunch. Ez egyből megöljük. Most jön az ész, tehát most jön a 48. szintű. Mindenki szurkoljon, hogy valami normális legyen. Ne, ez gyűlölöm. Ezt annyira utálom. Electric, ez nem jó. Nem nagyon erős, de mivel... Ja, nem, most már van rezisztálunk. Proton rezisztál mindent. Proton mindent rezisztál. Imádom ezt a zenét. Oké, Thunderbolt. Semmi. Nem tudsz ellenünk semmit csinálni. Take a Shadow Ball, bitch. Hoppá, Crunch. Crunch sok. Oké, csökkent a defense-ünk. Nem? Oké. Figyelünk azért. Milyen van ennek a szarnak? Valószínűleg csak Crunch-a. Na mindegy, Shadow Ball. Crunch. Jó, ez már sok. Egy crit-tel már megöl. Viszont így be tudjuk hozni... Nikit. Aki biztosan legyorsulja. Kill him! És hogy valaki kérdezi, miért nem Earthquake-elünk, azért mert ez levitál ez a kis szarrágó. Oké? Okay. Hyper Potion.
Várjátok, a Mold Breaker az működik a levitét ellen? Ezt nem tudom. A levitét, aki nem tudja, igen, levitál, az azt jelenti, hogy a föld típusú támadások nem érik el. Valaki itt van a chatben, aki el tudja nekem mondani, de hogyha nincs, akkor megnézzük, hogy a működik, Attila? Működik? Oké. Okay. Ezt valahogy mindig elfelejtem, hogy melyik működik, melyik nem, de akkor egy earthquake-kel megöljük a gecibe. Igen, ennyi. Die! Nagyon jó, hölgyeim, és nagyon egyszerűen kijátszottuk, nem kerültünk veszélybe. De nagyon kis gyenge ellen. A gördör az kurva nagy mázli volt, hogy ezt hamar megöltük. Oké. Okay. Nos, megvan az utolsó gymünk, ezzel befejeztük a gym collection-t, azt hiszem. Jól számoltuk ki? Mutasd. Itt van a kis izénk. Nem, még van egy water gym, ahol visszamegyünk az izé. Oké, okay. Ez volt tehát a hetedik gym. Egy darab gymünk van, ami már jártunk ott, oda visszarepülünk, és azt is azonnal megöljük. Úgyhogy gyakorlatilag a következő részben, következő pénteken már a Victory Road-ra megyünk, amin ez egy hosszú dungeon, amin hogyha átjutunk, akkor elérkezünk a játék végéhez és az utolsó kihívásokhoz. Úgyhogy itt vagyunk, nagyon szépen köszönöm ezt a streamet, gyerekek, rettenetesen sok cheer jött és subscription és stb. Nagyon kedvesek vagytok, nem érdemlem meg, de igyekezni fogok kiérdemelni. Átjó fejek vagytok, és még jobban örülök annak, sokkal jobban örülök annak persze, hogy élveztétek ezt a kis előadást, és hogy így talán egy kicsit közelebb kerültetek ahhoz, hogy megértsétek, hogy mi zajlik itt. Így vagy úgy, én mentek, és ezzel búcsúzom. Legyen egy fantasztikus hétvégétek, pihenjétek ki magatokat. Vasárnap este találkozunk a tradicionális vasárnap esti filmhír streamre. Végén egy off-topic, Pestre érdemes cruiserdeszket venni? Abszolút érdemes, oda érdemes leginkább. Beszélgetni fogunk, vasárnap mindenki jöjjön, az is, akit nem érdekelnek a filmhírek, mert ott tudunk dumálni mindenről, amiről csak szeretnétek. Jó hétvégét nektek, pihenjetek, deszkázzatok, érezzétek magatokat nagyon jól, én búcsúzom, szervusztok!